Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 14 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri. Hello. Hello. Gyerek, nem tudunk hárman kezdeni soha. Gyerek, van velünk. A lényeg, hogy itt van most újra mindenki. Hello, Jani, hello, Feri. Hello, drága hallgatók. Sziasztok, jó reggelt. Hello, Bello, köszönöm a kávét, Jani, amit szívesen. Az új kávét nem sikerült, igen. És jövök befele, de úgy, hogy szétvett az ideg, mert sikerült szanaszél fújnom a kávét a kávégép körül. A gőzölőnek köszönhetően jövök be Balázs kávéval, nem az enyémmel. Viki, nekem nem csináltál? De tök cukik vagyok, csinálok mindenkinek, de... Csak még kezdenénk 20-kor, és akkor pont meg lennél egyébként. Van egy ilyen felmelegítési szakasza ennek a gőzölő résznek, és hogyha csak az elején itt beledugod szépen a kis gőzölő csövet a kávédba, akkor természetesen mi jön ki belőle? Egy kis hideg víz, utána pedig egy ilyen... Egy ilyen kis pöffenetni gőz, igen, ami pont arra volt jó, hogy beterítse a fél szobát tejjel. Úgyhogy, de nem baj, legalább megvan a reggeli adrenalinom. De a pólót megúszta. Tessék? Tegyek egy zenét, kimész össze a takarítót. Ha most olyan zenét tennél be, amiért szívesen hallgat még ezek után, akkor valószínűleg elveszítenénk hallgatóink a 70%-t. 80%-t. 80%-t ismerem. Amit te hallgat, ismerem. Az még nem is az, amit mi beszoktunk mutatni a rádióban. Jaj, gyerekek. Hogy vagy? Mi van? Jobban, köszönöm, egy olyan helyen voltam tegnap. Töröd meg a szádat, még ott még van valami. Igen? De van tegnapról. Bármi előfordul. Olyan hegyen vagy, helyen valók most, ahol lehet szaunázni, meg gőzölni. Most egy ilyen helyen lakunk, de ez nem a saját lakás, mert el kellett onnan költöznünk egy időre. Úristen, elüldöztek benneteket? Kilakoltattak. korongoztuk a gázórát, és ezért kilakoltattak nagyon csúnyán. És tegnap magamhoz tértem délután, aztán lementem, és most már egészen jól. Tehát ez a szauna, meg ez a gőz azért ebben van valami. Valószínű, hogy hasonló, mint a Lacié, ami átment, az a lámpa vibrál egyébként, csak mondom. Ne nézz, ha megfáj, migréned lesz, akkor majd azt le kell kapcsolni, mert azért érzem, hogy vibrál. Nem vagyok súnyi alapvetően, azért nézek így. Azért mondom, hogy kiszúrom azonnal a vibráló lámpát, meglátom azt a hercet, az vibrál. Szóval, hogy valószínűleg ugyanaz, mint a Laci, ez egy ilyen gyomorontásos, lázas, ilyen nagyon fura influenzás tünetes dolog, de nem hánytam, viszont nem tudom, hogy mit mondatok tegnap, hogy hol vagyok, mert nem jött vissza hozzám semmi, de amikor a hetedik ember jött oda hozzám, mert egy olyan helyen vagyunk, ahol több ember van, tehát most egy szállodában lakunk pár napig, és mondja azt, hogy hallottuk jobbulást, és... Mi? Nem tudom, képzeljétek el. Volt. Semmi. Annyira rendesek voltunk. Mentem jobbulást, liftnél állok, nyomom a gombot. Hallottuk, jobbulást. És arrébb álltak. A rohadékok. Mondom, tudod, mit kaphattam. De jön a takarítónéni. Hallottuk, jobbulást. Mondom, mit mondtak ezek az emberek? Fiam, olyan rendesek voltunk, mint soha életünkben. Ugye? Nem volt semmi. El tudtam menni a Vikivel a gyerekére, állok az óvodába, mondom, nem megyek be, azért még ott nem kölgök le senkit. Ülök a kocsiba, benézi egy anyuka. Jobbulást. Mondom a Vikinek, mondom, mit mondtak, hogy mégis mivel fekszem ott, hogy mi történt, amikor a nyolcadik ember mondta, hogy jobbulást, hallottuk. Csak gondolom azt, hogy nem hallották, igen, a műsorban, tehát valószínűleg semmi nem volt. Nem félom a Lacit. Mit mondtak ezek a rohadékok? Lacit nem értem el, aztán mondom, a holnap megkérdezem, már prognosztizáltam, ami nagyon szörnyű dolgot. Semmi? Miért nem aljaskodtatok? Hát mi is mindig szoktunk, amikor valamelyik ötök hiányzik. Az mondom, igaz. Minimum bélsárhányáson van, valami olyan dolog, mert hogy a nyolcadik ember ilyen, és ilyen nagyon együttérzően, jobbulást. Mondom, voltam egy napot, köszönöm. Valami állattól való felmérés. Nem vagytok már ti se vagytok a régiek. Azt hittem, nagyon eláztattatok. Mert izgultunk, de komolyan, ugye? Izgultattak. Ja, azt hiszem, hogy valami annyit mondtam, hogy a medencében, vagy a fürödtél, akkor valószínűleg ott benyeltél egy ilyen ökörúszály méretű leázott bőrdarabot, és akkor valószínűleg az. Azt az együttérzést, amit én tegnap kaptam így a hallgatóinktól, így emberekkel találkozva az utcán, hát mondom, itt minimum tényleg valami bélcsavarodásos szindrómám van, és WC-t kellett utánam is kötni, és nem tudom, mi történik. Jobbulást, már ilyen filmszerű volt, tudom, milyen Truman Show, vagy mondom, mi van ez, mit tudnak, amit én nem tudom. Nem volt semmi. Nem voltam jól, még most is kicsit nátás vagyok, de már nem kölyök meg semmi.
De mondom, azért ennyire durva nem volt. Annyit mondtunk, hogy együttérzően nézzenek rád, nagyon szomorú arccal. Na, akkor ez volt. Így van. Ez volt. Bárki, aki lát, jobbulás. Valami csúnya vírus vagy baktérium betermelődött a szervezetedbe, és most domáztasszal öblögetsz, talán egy jó. Igen. Na mindegy, úgyhogy ez volt. De képzeljétek el, én nem tudom, hogy milyen, amikor ti otthon vagytok esetleg betegem. Pont mondtam a Ferinek, kérdezni, hogy miért nem maradok otthon még egy napot. Van egy ilyen egész reggel belehallgat, még arra is volt erőm, hogy a bőröntesztet azt meghallgattam reggel, ott kezdtem el teljesen tisztulni, hogy van egy ilyen fura lelkiismert furdulásod, hogy nem vagy itt. Biztos neked nincs. Már hogy amiattad nem volt, mi jól éreztük. Amiatt nekem sincs. Hanem, hogyha az ember nincs itt, igen, akkor van egy ilyen hülye érzése, hogy joggal nincs itt, de hogy mégis inkább itt lenne. És ez eddig nekem nem volt. Megszeretnéd a műsort? Ezt tudom, egyébként ezt a részt... Nem, nagyon ritkán hiányzom. Nekem van is egyébként mindig. Minden okod megvan arra, hogy otthon legyél, beteg vagy náthás, mit tudom, de hogy van egy ilyen fura lelkiismert furdalás. Igen, valószínűleg túl vagyok fizetve azért. Igen. Már rögtön a számlára gondolom. Mondom, ez odáig ment, mondom, legalább letesztelem az online adást, hogy működik-e. Az applikáción persze nem működött, azt nem tudom miért, de a morningshow.hu kiválóan működött. És a bőröntesztbe bele is hallgattam. Mindig, sajnálom, hogy kimaradok tök jó dolgokból, meg poénokból, aztán belehallgatok, amikor kettem, és rájövök, hogy nem. az a durva, hogy pont ugyanezt éreztem tegnap, hogy bekapcsoltam, mondom, miről maradok, azt mondom, jó van, ez elég lájtos semmiről. Viszont, ha én nem vagyok, ti olyan jók vagytok, hogy csak nem tudok azért nevetni, mert akkor valakit lányok. Nem, mert tök jó voltam, reggel most vezettem, most megint egy kicsit a gyomrom fölkavarodott, de nem volt semmi hányom, akkor nem jöttem volna, mert most ne aggódjatok. Most cserélik a pultot, nyugodtan bele. Ebben még lehet. Ha bármi durvám lenne, nem jöttem volna. Most, hogy kicsit vezettem, egy 30 kilométerre vagyunk most Pestről, azért azt le kell tekerni egy fél óra alatt. Most egy kicsit ott megint így felkavarodott a gyomrom. Nem, úgyhogy... Lekapcsoljuk? Nem érzed, hogy vibrál? Ha marhára érzem, az a baj, hogy ugye a migréns fejfájás, az mindig így általában így oldalról indul meg, vagy jobbról balra, vagy balról jobbra, és most kezdem érezni, hogy ez a bal oldal, ez kezd el menni. Mert vibrál, de most már nem vibrál, meg kiszúrtam. Régebben azért vibrált, mert volt benne ez a kis biztosíték, ilyen gyújtópatron, igen, és amikor ez kezdett elszállni, akkor ott mindig bejátszott egy ilyen. Most ezt nem tudom, mert ezek már újak. Na mindegy, mert Gyula ezt is kicserél a pultok után. Mert egyébként tényleg, hát napról napra szépülünk. Most Annának lecserélődött ki a pult. Na, tényleg? Egyre szebb, igen, egyre szebb, és a hétvégén állítólag itt a nagyban is. Megtörténnek majd a cserék, de bizony. Ez komolyan? Azt mi van? Ma péntek van, ma délután már elkezdi a hegesztést. Gyula egyébként most ment el, az még azt, hogy... Szerintem most elment aludni, alszik estig, este bejön, és hétfő reggel fog újra hazamenni. Így van. Az jó. Hétfő reggel még így fog az új pultot ölelve aludni. Igen, le kell majd bontani róla, tudod. Gyula, jó, engedd el, jó, működik, szuper. Jaj, de jó. Na. Jó lesz. Illetve hát hétfőn még csak szép, majd szerdán jó is. Jól átismerve az már hétfőn úgy szól. Jó lesz az. Gyula az gyakorlatilag ezzel fekszik. Már 10 éves kora óta a katócsöves rádiókkal álmodik. Gyakorlatilag szerintem semmi másról. Semmi igen. Másról nem tud álmodni. Volt valami durva álmod a hétvégén? Nem volt hétvége. Ja, tényleg. Most jön, és a hétvégéről nem beszélt. Csak azért nem találkoztunk, mert kihagytam egy napot, de nem. Tegnap rossz közérzettel együtt nem jött? Nem, elájultam tegnap. Ma reggel láttam az e-mailedet, hogy kérdezted 3:11-kor, hogy jól vagyok-e. Láttam, hogy a Viki válaszolt, de esélytelen volt, hogy én arra írjak. Tehát mind a két nap olyan gyorsan elaludtam, hogy nem. Megvan a megoldás, a hülye lába. 4:09-kor. Korábban kell lefeküdni. Láz, rosszul lét hányás. Igen, semmi. Teljes a vizet a medencébe, itt van. Itt a megoldás. Teljes koma mindkét este, úgyhogy nem emlékszem semmire. Egyszer nagymamám felbukkant, de nem volt benne se beteg, se nem volt három feje, semmi olyan nem volt. Semmi beszélgettem volt. Vele egészen természetes módon. Tehát semmi olyan fura dolog nem volt, hogy borogatást tett a homlokodra. Valahol találkoztunk, de nem. Ilyen típusú, amit el akarok nektek mondani, hogy mennyire szürreális, ez nem. Ez nem volt. Puh, nekem viszont tegnap annyira durva volt, hogy nem is tudom egyébként, hogy elmondjam el. Én tudod, hogy társad vagyok ebben. Figyelj, most elég súlyos volt. Az történt ugyanis, hogy valamiféle ilyen osztálytalálkozó jellegű ilyen összejövetelen voltunk, és észrevettem, hogy az osztályteremben mellett van egy ilyen pince lejáró. És a pincéből nyílik egy ilyen kis edzőterem, amiben van tatami.
És akkor így oda mentem az egyik sráchoz, hogy mi lenne, hogyha megbennénk egy kicsit így dobálni. Aha. Egy picit, de 120 kilós. De nem volt vele gond, tehát hogy így teljesen jó felépítésű srác volt, körülbelül így az én súly kategóriában, és akkor mi lenne, hogyha bemennénk egy kicsit itt, dobálnak egy pár csípőt, tök jó név. Ott van a terem, üres, de jó. Bemegyünk, srác levetkőzött, és basszus, nem volt rajta bőr. Na, és ennek örülök. És már kezd olyan lenni, mint az enyém. Komolyan mondom, hogy anya, és elkezdtük dobálni, és a srácon, a srác gyakorlatilag úgy nézett ki, mintha így hát el lett volna róla tám. Nem, mert ugye egy élő ember volt, és aha, nem volt neki semmi baj, de azon rohadt, kívül, hogy nem volt rajta a hámszöve. És úgy ébredtem föl, hogy úristen, mondom, hogyha jó, oké, tudatos álmodás, persze, nem, én ezt nem akarom tovább álmodni. Mondom, ez pont így elég is volt ahhoz, hogy ne ébredjek frissen, meg ne ébredjek kellemesen, mondom, köszönöm szépen, ebből ennyi elég volt. És pedig én azért elég sokat álmodok olyan szörnyű dolgokat, meg hogy bánt ugye az érdeklődés körömből kifolyólag elég sok horrorfilmet nézek meg, meg ilyeneket, és így, de hát ez... És akkor dobáltuk a csípőket, és gyakorlatilag egy ilyen nyers emberrel. Egy bőr nélküli emberrel? Annyira valami filmet előtte este? Egy, hogy hívják ott, nem, ezeket... Kicsi pornó volt, jó, oké. Nem, egy húshentes árukat nézegettem egy utolgi nosztalgiával. Az esti almádat megpucoltad, akkor az lehet még. Én nem tudom, hogy mi lehetett az oka, de hogy nekem ez egy visszatérő álmom egyébként ez a dolog, de hogy bőrrel. És most nem volt rajta. Nagyon fura volt. Én tudom. Alapvetően hogy vidám volt egyébként a srác, tehát hogy szívesen. Tehát őt nem zavarta, hogy nincs csomagolás. Nem, nem zavarta, engem annál inkább. Nagyon, nagyon bizarr. És aztán fölébredtél? Vagy folytatott tovább? Nem üldözött, nem akart megölni? Hát semmi ha nem ébredtem fel, akkor még mindig alszom, és ez a része ez egy picit elviselhetőbb. Igen. Na mindegy, ki látta a meccset, gyerekek? Nézte valaki? Ki megkínoszta magát valaki a magyar meccset? Hát csak úgy, nem, kalandvágyból arra gondolok. Tehát ja, mit tudom, hogy ülsz a tévé előtt, volt. Meg hát nyilatkozott, gyerekek. Én arra lettem volna igazából kíváncsi. Hát a nyilatkozott. Az útozöngék között nem találtam olyat. Nem volt? Hogy használ a kommunikációs tréning? Azt sem írták, hogy gyakorlatilag semmi változás, meg azt sem, hogy a Batiz Andrásék munkája már látszik. Aha. A szövetségi kapitány úr. Vagy úgy stílusán volt a nyilatkozat, hogy a szövetségi kapitány mutatta a kamera, és hátulról pedig Batiz néha föltűnt. Ja, igen. De azt mondd! De ne! Nem ezt beszéltük meg, tudod? De káromkodj! Ezt ne legyen! De káromkodj! Igen. De a meccset néztétek? Nem. Kettő-kettő, tudjuk a végeredményt. Kettő-kettő lett? Kettő-kettő lett, döntetlen, ugye? Nézé. És hát ugye a dánok szövetségi kapitánya Olsen úr nyilatkozta, hogy úgy volt két gólunk, hogy gyakorlatilag nem volt helyzetünk. De hát ugye... Na ez nem korrekt. Ezt nem korrekt. Hát ezt a sportot hát ugye gólokra játszik. Tehát úgy kaptak két gólt, hogy nem volt helyzetünk. Képzeljük, mi lett volna, még van helyzetünk is. Akkor most mi volt valami, mit játszott? Barátságos. Ez egy felkészülési mérkőzés. Mire készülünk? Jó, szeretem. Végem. Mire? A következő világversenyre, amire nem jutunk ki. Igen. Minek készülünk? Miért nem hagyjuk abba? Valami őszi EB-s selejtező szerintem. Nem? De legalábbis a Karolina híreiben hallottam, hogy most még a nagyon-nagyon erős és hihetetlen világverő Albániával játszunk egy nagyon nagy meccset. Hihetetlen kecskepásztorokkal. És utána... Igen, csak ők tudod, azért edzésben vannak, mert a kecske után futni kell, plusz azért Albániában még van elaknásított terület, ott is kell nagyon ugrálni, úgyhogy ők szerintem jók lesznek. Az albánoktól kikapunk. Na jó, de nem annyira félelmetes a válogatás. Mm-hmm. Kikapunk? Igen? Hát nem. Megjátszhatjuk. Meg az albánok azért játszanak mindig mindent beleadva apait, anyait, hogy kijuthassanak egy kicsit külföldre, érted, hogy világot láthassanak. Nekik azért van tétje a dolog. Igen, ez is igaz, hogy még nem hagyták el az országot. Figyelj, viszont a fogadásunkban az lenne a jó, hogy ott, na ott vakvezet világtalan. Nah, mert ott nincs előny, mert a teniszben játszunk, ott van valami előny, de ott ha a focira fogadunk, ott annyira hülye vagy hozzá, amennyire ilyen. Ellen nem fogadunk. Tessék? Magyar válogatott ellen becsületből nem fogadunk. Hiszek még bennük. Uh-huh. Igen? Na mindegy, ja. Ne is folytass, mert úgyse lenne hiteles. Szóval Pintért nem láttuk nyilatkozni. Nem. Uh-huh. Hát most már zajlik nyilván ez a kommunikációs tréning, ez egy hétvége alatt lemehet. Lehet, hogy ez volt a tréning. Egy szót sem. Igen, semmit. Ne nyisd, maradjál, ne mondj semmi. Igen, meglátjuk. Jól van, mi volt tegnap, azt nem hallottam.
Melyik részben? A játékban, a fekete fejben. Ja, kérlek szépen, én játszottam. Te mentél? Nem, kiúszta a játékos. Igen, de nagyon szépen játszottam. Nagyon jól játszott. Tényleg az a klasszikus, jó, mindenki tényleg dumált, dobtuk az jó a labdát. Sajnos a játékos kihúzta az egy percet, úgyhogy 3-1, de a hét az megvan. Hoztuk a hetet. Ennyi. Ennyi. Az a lényeg, hogy most a kis részgyőzelmekben mi történik, vagy mi nem az. De klasszik szép játék volt egyébként tényleg. Jani meg is könnyezte. Bizony, nagy oda, vágás, támadás, vissza. Sokat sírtam. Igen? Utána én azt szeretem, amikor ilyen nagy csörte van. Így van. A hírek alatt rá is kötöttek infúzióra, mert annyira hiányzott már a folyadék a szervező. Nagyon-nagyon kísírtam magam. Vatás azt mondja, a nyilatkozat jobb volt a játéknak. Hát na, jó van, hát akkor az már fejlődés. Gyerekek, hát az nincs annál jobb dolog, mondjuk, hogy jobb a nyilatkozat, mint maga a meccs. Viszont tegnap láttam egy nagyon jó videóklipet, erről mindenképpen beszélni akarok, tényleg csak egy fél percet, mert hogy van egy srác, aki az Egyesült Államok születik, de magyar gyökerekkel rendelkezik, őt úgy hívják, hogy Téglás Zoli, ő az Ignite-nak, meg a Pennywise nevű zenekaroknak a frontembere, és képzeljétek el, hogy készített egy olyan Falu című számot, egy olyan dalt, ami gyakorlatilag végig magyar szövegű, és az ő magyar gyökereiről szól. Arról szól, hogy mit jelent számára Magyarország, hogy mit jelent számára az a kis falu, hanem származik, illetve mit jelent számára a nagymamája. És megmondom nektek őszintén, hogy én még soha nem hallottam olyan számot, ami annyira őszinte lenne, hogy annyira lenne büszke arra, hogy magyar, hogy közben semmiféle politikai felhangja a dolognak nincsen, és egy picit tört magyarsággal, hihetetlen jó stílusban, hihetetlen jó szöveggel, és úgy, hogy az ember végighallgatja, és egy picit azért érzi azt, hogy hát már majdnem megkönnyezi azt a fajta érzelmességet, meg azt a fajta őszinteséget, amivel ő viszonyul Magyarországhoz, úgy, hogy ő már nem Magyarországon született. Aha. És akkor csinált egy angol nyelvű lemezre egy ilyen magyar nyelvű számot? Hát gyakorlatilag igen, egy magyar nyelvű számról van szó. És magyarul is énekel? És magyarul is énekel. Uh-huh. Feltesszük majd a Facebook oldalunkra, de értik. Értik kint? Hát itt a kinti magyarok. Akiknek szól alapvetően, a kinti magyarok is, meg az itteniek is, értik, hogy neki mit jelent ez az ország, mit jelentenek a gyökerei, mit jelent neki a nagymamája. Hmm. A falu, ez a címe egyébként a számnak. Majd fölteszik a Facebook oldalunkra, hallgassátok meg, tanulságos, hogy kell ez a témához hozzá, szerintem egészségesen. Nem egészségesen, betegen látom. Nem, már javulok. Most köhögtél. Hát egy picit köhögtél. Ja, jó. Na, csinál. Semmi. Na. Azért égessük el azt a szivacsot. Nyugi, nem az enyém. Azt ilyenkor nem használom. Fél hét múlt pontosan egy perccel lehet jelentkezni a játékra. Jó, 3-1. Ha valaki szeretne mit csinálni? Hát, még ajándékcsomagot tenni. 3-2-re még hozhatjátok a hetet. Az jelentkezzen SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Az M0-as 66-os kilométerénél a Megyeri híd felé a felüljáróról készülnek, igen drága fotók. Buba küldte nekünk, aztán M6-os 50-es kilométer Budapest felé a hídról szintén mérnek, üzeni Tapó, és trafi van az M5-ösön és a 140-es kilométernél Pest felé, üzente Vöcsök. Ma reggel láttam egy rendőrt, annyira aludt, hogy gondoltam megállok és lefotózom. Én embert nem láttam még ennyire aludni, még lehet, hogy ott van, nézzétek meg, M1-esen kell befele jönni, és van egy molkút, és a molkút kiáratánál körülbelül ott elhagyod a Herceghalmi lejárót, és mész Pest felé, és ott a depók után valahol még mielőtt 100-as tábla van egy molkút, ott áll. Annyira nyitva volt a szája, mondom, ezt megölték, megállt. Megnézem, nem lehet, hogy nem lehet. Főtérzsúr, jó van! Jó? Nem akarom zavarni, csak ne ijesszem már, meg érted, egy gyanútlan honpolgártak. Azt hittem, hogy megölték. Akkor az A-val aludt a szájába, hátradöntve az ülés, ment a trafi, vagy be lehet, hogy lejárt, kifutott a tekercs, tudott szalag, semmi már. És elment mellette mindenki, semmire nem ébredt fel, gondoltam, visszatolatok meg, megnézem, bekopogok, hogy minden rendben van. Megfáradt, biztos ez a meleg front. Mi van, ha bezárják ilyenkor magukra az ajtót? Mi van akkor, ha kintod az ajtót? Igen. Mi van? Jó, hát csinálsz egy ilyet. Nem is kell kintni az ajtót, csak adom, ez is a motorász tetőre. Arra nincs jogszabályi paragrafus, hogy rendőrt megijeszteni alvás közben büntetendő cselekmény. Oda megyek és ráordítok. Mit csinál? Személyazonosító! Ki volt az? Úti okmányokat ellenőrzés. Mint egy csecsemő, konkrétan. Szenzációs volt. De aranyos. Ide már meg valaki, hogy ott van-e még a rendőrautó, jó? Budapest felé M1-es 20 akárhányos kilométer molkút. De sapka nem volt letolva? Nem, a hátsó ülésen ült. Ilyen pózban, annyira aludt, ennyire alvó rendőrt még soha nem láttam. Nagyon-nagyon helyes volt. Na, megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. A
Hihetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, szép reggelt mindenkinek! Szia! Hello, Hari? János, Hári. Ja, Hári, igen. Csak, igen. Almát fuvaroz Jani, a vezeték neve Hári. Ja, azt most ezt Anna írta nekem, azt hiszem, ami rím, amit te írtál. Aha. De almát fuvarozol? Igen, iskola almát szállítok. De ezt te írtad ezt az SMS-t, amit az Anna bemásolt, vagy az Anna szerelmes? Nem, nem, ő. Te voltál? Hogy nagyon szeretheted ezt a Hári János nevet? Nagyon, mi? Nagyon, nagyon, igen, almát fuvaroz, én a vezeték neve Hári. Jó, oké. Milyen almát viszel, vagy kinek viszed? Iskolákba szállítok a suli gyümölcs programos. Te jó. Suli gyümölcs program. Aha, jól van. Kivel szeretnél játszani? Janival szeretnék. Na. Ez a beszéd. Na jó. De jó. Tegnap pihentél. Na jó, oké. Igen, volt egy pihenő napot, két hét alatt egyszer, nem elég? Fel is szívtam magam rettenetesen. Na megyünk akkor hajrá. 3-2-1 és tessék. Jani. Hívhatlak Janinak? Persze, nyugodtan. Csak almát szoktál szállítani a gyerekeknek? Vagy más gyümölcsöt is? Van még, amit szállítok, gyümölcslevet. Körtét? Gyümölcslevet? Persze. Gyümölcslevet. És ha más gyümölcsöt? Körtét, ribizlit. Ősszel volt körte is, amit szállítunk, de tavasszal már nincsen. Imádják a gyerekek? Szeretik. Neked van gyereked egyébként? Persze, kettő is. Kislány, kisfiú? Vegyesen. Tehát egy kislány, egy kisfiú. Igen, persze. Persze, persze, persze. Akarsz kérdezni? Jani, nyugodtan kérdez. Azt szeretném kérdezni, elfelejtettem, hogy mi is ennek a játéknak a neve? Basszus, rosszul hallok. Te hallasz most engem? Igen, egész jól. Itt vagy még, Jani? Ülök az autóban, vezetek. Na jó, hát igen, súroltuk a passzivitás határa, de ez megadható volt. Meg ez nem volt passzív. Fuss nem neki volt jól a hétvégének. Igen, megadható a dolog, majdnem passzív, jó? De nem voltál, az megadjuk. Próbáltam pedig egész sűrűn válaszolni. Igen, majdnem passzív. Hallgatni mindig könnyebb. Ezt azért nagyon sok hallgató aláíratja már, aki játszott velünk Fekete Ferégen nevet, hogy kívülről, amikor az ember hallgatja ezt a játékot, azt mondja, hogy Istenem, hogy lehetett annyira bénám, hogy miért nem volt gördülékén, miért nem volt olajozottabb. Én is többször lejátottam magam, hogy mit szeretnék mondani, meg hogyan válaszolnék, de így más. És akkor jobb volt a játék? Tehát mikor magadban egyedül játszottál? Akkor nagyon tudok. Akkor nagyon megy. Akkor nagyon megy. Jó, de megadjuk az ajándékcsomagot, meg volt. Jó? Nagyon tehát szépen köszönöm. Azért a passzivitáshoz több kell, illetve pontosabban kevesebb. Azt szeretném mondani, hogy pont ahogy bemondtad, hogy a 140-es kilométernél áll rendőr, pont akkor jöttem el mellette, már nincs ott senki az M5-ösen. M5-ösen már nem mérnek. Jó, hát akkor ott nem valószínűleg átálltak máshova. Oké, Jani, köszi a játékot, küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm, szép jó? napot nektek. Ciao, hello. Na, akkor tehát 4-1. 4-1-re hoztuk a hetet. Olyan rossz. 3-2. Jó, most kicsit megpróbáltam szépíteni. Az, amely észrevették. Jól van, oké. Mármint Feri vette ész. Igen, nem meg a hallgatók is kiszúrták volna. 4 perc, pontosan 7 óra, a hírek után itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Az M0-áson Csömör és az M3-as között, az M3-as felé van egy trafi, ez Csillú küldte nekünk. Soltvadkert és Akasztó között fekete pólóból mérik a Soltvadkert felől érkezőket Csoki Robi. Üzente, 71-es főúton Kenes és Fűzfő között autó felborult, tart a helyszínelést. Ezt Zotya küldte nekünk, köszönjük szépen.
Árpád híd torlódik Pestről Buda felé az okát. Nem tudjuk, ezt Laci küldte, és azt mondja, hogy trafi az M0-áson, a 66-os kilométernél a Megyeri híd felé, Kenyeres Ati üzente nekünk. Köszönjük szépen. Sok a trafi ma reggel. Kivonultak mérnek. Itt a jó idő. Itt a jó idő. Dagad a költségvetés, úgyhogy mindenki mindenki vigyázzon. Tényleg sok trafi van, tehát ez ritkán szokott ennyi jönni már így kora reggel 4-8 környékén. Úgyhogy mindenki menjen. Tegnap este láttam a híradóban egy hírt, egy rablásról, képzeljétek el. Egy idős házaspárt kirabolt egy nagyon fura alak, és teljesen megdöbbentett az egész történet. Ugyanis ez az illető egy magas, vékony, hosszú, fekete hajú nőnek öltözött férfi volt. És Conchita. Én annyira megdöbbentem rajta, hogy basszus, nem azt mondták, hogy minden egyes letöltés után kapja majd a jogdíjakat? Hogy miért kell átjönni ide is zaklatni az és idős jogdíjasokat, szegényeket. Az világos, nincs is sok pénz. És azt mondja, hogy csak egy pohár vizet akart kérni az idős házaspártól, aztán pedig, amikor ő elment, picit meglepődtek rajta, hogy milyen mély a hangja ahhoz képest, hogy egyébként nő. Ja, aztán kiderült, hogy a pénztárcájukat is megkönnyítette egy kisebb összeggel. Nem hihetetlen. De ezzel a sztorival ment be, hogy kérek egy pohár vizet. Hello, Rozi vagyok. Igen, és egy picit meglepődtek rajta, hogy ő nőnek van öltözve, miközben a hangja alapján ő nem volt. De adtak neki, vagy kiszolgálták? Adtak neki, igen. Aha. Csak aztán ő mást is vett el, nem csak azt a pohár vizet. Úgyhogy túlságosan sok pénzzel nem lépett meg, hogyha jól emlékszem, de hogy... És hogy így zavarják. És hogy ez vajon Conchitára fogható a dolog? Tehát, hogy látta az Eurovíziós dalfesztivált. Akkor a nyomot hagyott az benne, hogy mondta, hogy ha megyek rabolni, csak így. Csak. Igen. Tehát máshogy nem lehet, csak így. És előtte öltözött, vagy az utcán, vagy már úgy indul el, vagy ez hogy vagy a kocsiba átvedlik? Szerintem hogy vagy ez egy igazi profi volt, ez a úrhölgy vagy úriember. És valószínűleg már rákészült. Ez volt az ő raboló ruhája. Ez volt az ő tökéletes fedősztoria. Hát, vagy lehet, hogy előtte már rabolt valahonnan, és ott egy nő lakott, tehát csak női ruhát tudott elrabolni. De figyeljetek, a két kis öregen annyira látszott, hogy maga az élmény az, hogy bement hozzájuk egy nőnek öltözött férfi. Ez sokkal jobban zavart őket, vagy összezavart, és sokkal mélyebb nyomokat hagyott bennünk, mint az, hogy elvittek a pénztárcájunkból. Gondold el, hogy a papa lehet, hogy kicsit neki ez tetszett? Tehát, hogy meghozza egy csinos nő, és igen, hát küld el, de hogy küldem, jöjjön be, drágám, hozok magának egy pohár vizet, és amikor szembesül az, hogy egyrészt kirabolja őket, kettő rendőr elmondja, hogy drága papa, az egyébként egy férfi volt, tudod, és ott jössz rá, hogy neked bejött egy férfi ruhába, vagy egy női ruhába öltözött férfi. Van ám szódánk is. Az is jó lesz. És a rendőrségi kihallgatáson, ha a papa ezt mondta, hogy amíg a mama bement a konyhába, addig csókolottunk is. Igen. De hogy a rabló miért öltözött őnek, hogy álcázza magát, vagy azt hitt, hogy jobban megszállnak egy nőt, aki szomjas? Tehát vagy mi vezette arra, hogy nőnek öltözzön? Az álcázás, vagy a részvét nyilvánítás, vagy az, hogy te jobban megpróbálsz kiszolgálni egy kiszolgáltatott nőt? Hát, vagy a kettő együtt? Érdekes, mert hogy egyébként nagyon kedves idős házas pár, valószínűleg akkor is kiszolgáltam, hogy adott volna neki egy pohár vizet, hogyha nem öltözik be így. Igen, valószínű, hát akkor ez inkább az álcázás. De ez lehet, hogy ez az összezavarás része volt. Vagy pedig lehet, hogy később, hogy azt mondják, hogy és egy ilyen magas fiatal ember volt, de női ruha volt. Hagyjon már Béla bácsi békén a maga megint csak fantáziágat. Igen, ivott. Igen, olyan jó lábai volt, és olyan csinos volt. Szép, hosszú, fekete haja volt. És el is kapták őket? Elkapták. Igen. Nem nyilatkozott még véletlenül, hogy... hogy vajon miért? Na, hogy lenne? Kíváncsi, hogy szúrják ki az áldozatokat? Honnan tudják, hogy hova kell becsöngetni? Hát, figyelik? Kinézed, igen, hogy idősek. Bizony, körbesétálgatnak ott a környéken egyszer-kétszer. Kifigyelik a... Persze. Jó állapotban van a ház, nyilván van egy kis pénzük. Könnyebb kiszedni belőlük, mint ha mondjuk egy 30-40 éves emberhez mész be. Sajnos igen, ez a kevésbé vidám része a dolognak, mert hogy azért ezek az emberek utaznak az idősekre, azokra, akik már magányosak, már egyedül élnek, falu szélén laknak, valami olyan helyen, ahol a többiek sem nagyon figyelnek rájuk oda, kihasználják azt, hogy ezek az emberek általában nagyon jó indulatúak, nagyon kedvesek. Persze van bennük egy pici bizalmatlanság, de pont most volt egy másik történet, amikor azt hitte a mama, hogy a lánya érkezett meg, mert bekopogtattak hozzá, aztán kiderült, hogy nem. De összekevert a rablót? Hát igen, idős. Tehát, hogy bekopogtak, és akkor ő azt is gondolta, hogy mivel már benn van ugye az udvarban, akkor valószínűleg a lánya lehetett az, és nem valami idegen, aki, mert hogy a kapun biztos nem mennek bejönni, de bemernek. Nálunk van egy bácsi, hárommal lejjebb lakik tőlünk, harmadszor ugranak be hozzá kertbe szegényhez, és nem tud mit csinálni.
kiszúrták maguknak. És onnan elvisznek? És mindig elvisznek valamit. És nincs meg soha az illető. Tehát, hogy még egyszer nem találták meg. Sétáltattam a kutyát, ott összeakadtam egy szomszéddal, aztán beszélgettünk, és mondta, hogy ott lent a, most nem mondom a nevét, a bácsit harmadszorra pakolják. Ő kim van a kertben, kifigyelik, hogy mit csinál a kertben, amikor kimegy a kertbe, akkor beugranak, bemennek a lakásba, amit tudnak elviszik, és kiugranak. És ez így megy. Tehát akkor ott kell állni a házad előtt, nem? Na mocskok. És ráadásul még talán még azt is mondta, hogy szerencséje van, hogy nem találkozott még velük. Mert lehet, hogy rosszabbul járnak. Igen. Ez érdekes, hogy ahova egyszer betörnek, azt mondják, hogy oda másodjára is megpróbálnak. Tehát, hogyha sikeres volt a betörés, ugye mint a bácsinál, hogy látták, hogy kint kapálja, mit tudom én, a veteményest, egyszer bementek, és most már rászoktak. Tehát valószínűleg lesz majd negyedik is. Tehát, hogy háromszor betörtek, majd jönnek negyedjére, amíg van mit vinni. Vagy amíg nincs áram a kerítésbe, de mint tudjuk, az nem jó. Hát kinek nem jó? Hát annak, aki belevezeti. Ugye? Annak senkinek nem jó. Hát csak annyit kell belevezetni, hogy csak csípjen. Hát, ne vágjon, csak csípjen. Nem, igen. Az a baj, hogy ezt nem nagyon tudják szabályozni. Mert hogy ez ráadásul olyan, hogy különböző féleképpen reagálunk. Tehát ez a gyönyörű test, tudod? Ez lehet, a 115, csak megbotni. Ez csak is semmi, hát rajta, ez elvezeti. Elvezeti, jön mondjuk egy 70 kilós ember, ő meg ott igen, marad. Azt meg eldobja egy 30 méterre. Hát igen, mert hogyha bízhatnál abban, hogy ezek az emberek tudnak írni, olvasni, akik betörnek idős emberekhez, akkor mondjuk egy tábla lehet, hogy elég lenne, hogy én nem fognám meg, és egy villám rá. Tudod? És hátha az önmagában elérje. Én nem fognám meg, pont. Halálfej, egyik oldal, másik oldal villám. De ilyen nagyon nagy villám, igen. Egy rázó halálfej, tudom, így remeg. Igen. Na, tehát valamit ki kell tenni. Hát, akkor is kitelted, ha nincs benne semmi. Hát elijeszti őket. Nagyon kardoskodok, és már nagyon régóta mondom ezeket a kamu kamerákat, hogy persze lehet, hogy az esetek túlnyomó többsége kiszúrják, nincsen kábel, vagy nem vezet csak, vagy akármi nem hiszi el, de azért egy kamu kamera nagyon sokat tud segíteni egy háznak az oldalán. Tehát, hogy ránéznek, és látják, hogy ott van egy kamera. Lehet, hogy nem érdemes betörni, mert akkor megleszünk. Aha. Megleszünk a videón. Érted? És azért olcsóbb, mint egy egész rendszert kiépíteni, lehet, hogy az elég. Egy profi megmondja neked, hogy kamu vagy nem. De a balekokat legalább elriasztja. A balek az nem, de akkor arra az is jó, aki raksz egy matricát, hogy távfelügyelethez vagy bekötve. Az se rossz. És még olcsóbban megúszod, mint a kamu kamerát. Sőt, szerintem még talán jobban félnek tőle a távfelügyelettől. Kiraksz egy matricát, hogy ez ide és ide. Ez a távfelügyelethez van bekötve. Aha. Ott ugye azért 2-3-5-10 percen belül kint vannak. Az se rossz. Az nem rossz egyébként. Vagy videáz, mind a négy kutya harap. Igen, és így dobják a csontokat, fütyülnek, és tudod, nem jön kutya. Semmi. Nincs mozgás a kertben. Na jó van. A kamerákkal meg annyi baj van, hogy egy csomó olyan esetet hallották, hogy közterületen, ahol be van kamerázva, történt valami autófeltörés, beszéltünk is róla pont a múltkor, kikérték a felvételt. Hát sajnos nem tudjuk azonosítani. Hát igen. Az másként rögzít, mint egy ilyen rendes kamera? A közterület, nem feltétlenül, az nem, is biztos, nem is mindig rögzít, igen, aha. Meg nem biztos, hogy pontosan abban az irányban áll. Hát ugye te a saját kameráddal, ha egy olyan rendszered van, ami rögzít is, akkor azért az 0-24-be tud rögzíteni, és aztán egy idő után törli az eseménymentes napokat, és elég sokat tud tárolni. Csak hát az a baj a kamerával is, hogy beugrik neked ott egy maszkos csávó, tehát főhúz egy állarcot, beugrik, tehát hogy nagyon nem visszatartó. Ez ilyen laikusoknál talán igen, ott lehet. Igen. Vagy ha azt mondja, hogy betörök egy kameráshoz, vagy betörök oda, ahol nincs kamera, akkor inkább egy másikat választom, mert nincs kamera. Tehát ha már ennyit elérsz vele, akkor az segít valóban, igen. Lehet, hogy jó. Na, gyerekek, Pákó előkerült, képzeljétek el. Nem mondott. De bejelentkezett, hogy oka volt a hallgatásnak, és ezt ő szívesen elmondja. Lemerült a telefonja. Elfelejtett, ahogy tanították meg, hogy kell fölvenni. Hogy elmondja nekünk, hogy miért hallgatott. Nem tudom az okát, állítólag tegnap este már elmondta ezt egy kereskedelmi tévének, vele volt a deal, és most elmondja nekünk, passzol, hogy miért nem tudtuk elérni heteken, vagy most már talán hónapokon keresztül, vagy hónapok óta. Most ez egy picit nem jobban láttam, érdekel, hogy mint a Kennedy akták. Végre megtudjuk, hogy miért tűnt el. Hát ugye, ő egy bulvárhős, egy bulvárszereplő. Nem szokott csak így kivonulni a köztudatból hónapokra, nem? Oka van ennek. Hát nem, hát ő egy nemzeti kincs. Oka van ennek. Egy nemzetnek, biztos valami. Új műsort forgatod, vagy új lemez van. Az a baj, hogy hallottam, hogy azért tudjuk csak most hívni, mert 8:30-tól bíróságon van, tehát félek, ja, hogy megint valami olyan dologba tenyerelt, hogy valami nagyon csúnya dolog van. De ugye ez egy lezáratlan fejezet most itt a mi életünkben, hogy mi van Pákóval. Szeretjük, kedveljük, néha fölhívjuk, ő a mi kis barátunk.
de nem tudjuk elérni hónapok óta, úgyhogy civilben sem nagyon tudtunk vele beszélni. Néha kaptunk egy üzenetet, hogy mondjuk a Viki üzenek, hogy Viki, minden rendben vagyok, de aztán másnap megint nem vette fel a telefon. És fölhívjuk és megkérdezzük, hogy mi a helyzet, mondja el. Végre járunk ennek a dolognak. Nem mondom, hogy álmatlanul hánykolódott bármelyikünk is, de, hát, de nagyon sok SMS jött naponta, hogy mi van Pákóval, gyerekek? Van-e fejlemény, mi van Pákóval? Tehát ez bennük is, a hallgatóinkban is egy ilyen lezáratlan dolog. Ugye? Én a kínzó kérdések és kételyekkel mindig nagyon mély álomban menekültem. Végre befizette a telefonszámláját? Hogy mi lehet? Hát tényleg kíváncsi vagyok, hogy egy bulvárhős miért tűnik el úgy, hogy még a legjobb barátainak se veszi fel a telefon, nem? Mi vagyunk a barátai. A kis családja. Ki más vállalja fel? Ki áll ki mellette, ha nem? Itt van már is a drága Bauni! 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 A Moni Show, a kedvencem. Ó, de hiányoztál. Jaj, de hiányoztál. De tényleg hiányoztok nagyon. Na mi van? Eltűnt ember. Hát mi van veled? Hónapok óta megcsörgetünk, nem veszed föl, néha dobsz a Vikinek egy SMS-t, hogy minden oké, aztán megint nem veszed föl. Mi történt? Igen, de először, na, azt, hogy elmondom, hogy először honnan tudtátok, hogy én élek. Képzeld el, hogy egyrészt hallgatóink jelentették, hogy néha, ahol láttak ott éppen mit csinálsz, tehát vagy a Soroksárin, vagy itt, vagy ott, vagy valamilyen bevásárlóközpontban, tehát SMS-eket kaptunk, hogy te létezel, mert jött egy-két olyan hallgatói üzenet, amiben azt gondoltuk, hogy megvagy. De hogy meg üzentél a Vikinek? Hogy jól vagy, minden oké? Igen, üzentem a Vikinek, hogy minden oké velem, hogy nincs semmi baj. Érted, csak a probléma az, hogy lehet egy olyan ember, mint én vagyok, hogy alálom, kehetetlen a interneten mindenhol, és megjelentett mindenhol, hogy Pákó autóbaleset meghalt. Gyerekek, ez nem vicc. Hát az emberi életén nem játszunk. De ezt hol indították el? A te oldaladra egyszer csak valaki beírta? Vagy elindult egy másik oldalon? Vagy hogy? Nem, ez konkrétan ez úgy történt, hogy a másik internet oldalra elindult ezt a menetet, hogy a Pákó meghalt tegnap autóbalesettel ott tetszett. Én erről nem is tudtam, képzelhetek. Én és a kozeri barátaim kozottik nekem, hogy a Pákó, hát válaszolj már, mert nem is vettem fel senkinek a telefonon, hogy a válaszolj már, mindenki aggódott. Éltem, hogy a élek, vagy már meghaltam, vagy tegnap az írták a mindenhol a interneten oldal, hogy akkor meghalt tegnap délután ott teszett autóban esetben. És én ezt kicsérem magamra. Hát ez nem vicc. Hát én kicsérem magamnak, mert tényleg. És a másik dolog, el kell, hogy mondjam nektek, hogy valahogyan is becsukottam mostanában, mert mindig is vannak ilyen rossz akarok, aki jobbra-balra megtámadnak engem, és megvádolták engem olyan dolgokat, ami egyáltalán nem is történt, nem is hogy nem tudsz énekelni például azzal? Nem volt. Már megívlott téged ez a párból. Figyelj, Páka, most számomra még mindig nem derült ki, hogy miért tűntél el? Miért nem vetted fel a telefont? Tehát oké, a halálhíredet keltették mondjuk 2 hónapja, de ez ott mi keresünk, üldözünk, hívtunk, nem vetted fel a telefont. Miért nem? Hova tűntél, vagy mit csináltál? Nem tudtam el, csak ahogy előbb is elmondtam, én csak becsukottam a médiától, tudom, becsukottam, hogy olyan dolgokat megjelentett róla, hogy ezt nekem az már sok volt. Ne haragudjátok, hogy nem szóltam nektek, tudom, és tudom nagyon jó, hogy mennyire aggódtok éppen. Ne rettenetesen, itt néha Jani megbökött, hogy Bali, mi lehet a Pákóval? Megbökött, tehát átment és sírt a válladon. Vagy néha csak így minden átmenet nélkül csak így felzakogtam, és akkor mindenki tudta, hogy ez azért van, mert nem tudom. Mert nem tudjuk, hogy mi van a mi kis barátunkkal. És akkor fogom magam, a kis elment az aposomhoz, tudod, a Romániába. Igen, azt mondtad. A Gyergyó Szent Miklóson. Oda mentem, kicsit pihentem, tudom, telefonon nem veszem fel. És aposom nagyon-nagyon elfogadtak engem, mert nagyon-nagyon szeret, mert én is szeretem a lánya, és szeretük egymásra. És el tudtam konkrétan azt, hogy én eltudtam a világ elől. Csak azt mondom, szeretem ezt a kis kikapcsolódást, kis pihenést, a támadástól, a rossz akaroktól, ami megjelentett rólam,
innen, onnan. És közben kiírta a Facebook oldaladat, mert amíg mi nem szóltunk, addig ugye helyes írási hibával ment, aztán nem ment helyes írási hibával, illetve amikor mi bemondtuk adásba, hogy az nem, a te, nem te írod, mert nincs benne helyes írási hiba, másnap valaki elkezdte helyes írási hibával írni, de addig hibátlanul írta. Tehát, hogy ki csinált ezt? Hogy, mi történik itt? Hát a kakétan az azt történt, hogy a Facebookomat ilyenkor nem nagyon azt tudtam kezelni, és ilyenkor, amikor én sem vagyok elérhető a Facebookon, és van egy nagyon jó megbízható ember, aki ilyenkor megírja, mit történik vele. Azért volt gyanús, mert ugye nem volt helyes írás, hiba benne, mi ezt bemondtuk, mások megjelent egy bejegyzés, és furán tele volt hibákkal. Nagyon jól ismersz engem. Pákó, ebben a sztoriban nekem egy dolog sántít. Na. Amikor mi utoljára beszéltünk, vagy az utolsók között az egyik beszélgetésben, akkor azt mondtad, hogy a te apósod nem fogadott téged jó szívvel, nem adja oda a lányát, és nem maradhattál ott. Most meg azt mondod, hogy az apósodnál nyaraltál egy hónapot. Hát hogy van? Nem nyaraltam egy hónapot, csak a pár napja. A lényeget nem értetted meg, ebből nem az idő mennyisége van a Nem, a Ferikem. A apósom a mai napig is szeretett engem. Most csak annyit kétett tőlem annó, hogy a próbáljuk a jobban megismerik egymással. Ez a tanácsot adott nekünk, ami ti is ezt mondtátok a rádióba annó, hogy van valaki a családban, akinek esze is van. Aha, tehát nem lövöldözött utána a puskával, nem engedte rád a kutyákat, én emlékszem rosszul. És akkor most lesz esküvő, vagy az most elmarad, vagy csak eltoltátok, de lesz, vagy kikérted már, vagy most mi van ezzel a sztorival? Hát azzal a sztorival a mai napig is imádunk, szeretjük egymással, nagyon-nagyon-nagyon, hát figyelj, hogy úgy imádom, szeretem ezt a kedvesem, hogy ne tudjátok, hogy a minden nap csak étet dobog a szívem. És a másik dolog, az esküvő mindenféleképpen meg lesz, ez esküvő, csak az a helyzet, hogy nem szeretni, hogy az esküvő előtt, hogy éltem a támadásokat. Mert azt a Pákó ezt csinálta, Pákó azt csinálta, Pákó alára kettettek a innen, itt meg ott. Én azt nem szeretném. Én nagyon-nagyon szeret olyan esküvő csinálni, ami a vulegé, meg a mennyasszony olyan tisztában látod dolgokat korulottuk, hogy nem az, hogy rossz vagyok, vagy rossz vagyok, vagy valakinek megváltoztam, vagy ezt, mert ez nem jó. Ugyanúgy én is itt élek Magyarországon, nagyon-nagyon sokan ismerek engem, a kimenek utcára is, és nem szeret azt, hogy olyan dolgokat mondanak nekem a face-to-face a utcán, vagy bárhová, ahová lennék, hogy a Pákó ezt hallottuk, hogy bántottál valaki, pedig olyan ártatlan vagyok. Olyan ártatlan vagyok, mint a tengeri, mint a templom mint egy tengeri malac. Kíváncsi, hogy olyan szegény vagy, mint egy ma született bár. Igen. És olyan gyors vagy, mint a bálám szamara. Jaj, Pákunkám, hát zajlik akkor az élet. Jó van. Igen, zajlik az élet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy így elgutatok értem, és ígyetek ezt, és járjoztok nagyon nekem. Mert nagyon sokan nem beszéltünk, de tényleg kell mondom. Hát imádom a Móni show, hát imádom, szeretem. Jó van, de akkor jó vagy, minden oké. Így van. Jó. Akkor igen, nem aggódunk. Nem elraboltak, már féltünk, hogy emberrablók vannak itt, váltságdíjat követelnek. Nem mintha fizettünk volna, de hogy már erre gondoltunk, hogy esetleg egy levágott fület küldenek majd. Hát jó, de elrabolták volna engem. Jó, vigyázz magadra, és akkor majd a házavaton Baliéknál találkozunk. De esetek, mert bőszerekem el nem. Figyelj, beszéljünk meg valami kódot, hogyha bajban vagy, akkor küldesz valamit, amit csak mi tudunk. Jó? Jó. Most adásban beszéljük meg, hogy mindenki tudja. De nem az ismes fara, hanem mondjuk az én telefonomra, vagy a Viki telefonjára, hogy elküldöd azt a szót. Mi legyen az a szó, az a kód, amit ha elküldesz, akkor tudom, hogy tényleg bajban vagy.
És akkor a kis barátod segítségedre siet, és mozgósítjuk mindenkit. Mondj egy szót, mi legyen az, amit elküldesz mondjuk a Viki telójára, amikor bajban vagy, mi legyen? Jó, de akkor ezen gondolkodjunk. Én szeretnék egy tanácsot kérni a Janitól. Jani, te ehhez mit szólsz? Köszönöm a bizalmat, Pálko. Először is, szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Mert ha valakiben igazán bízhatsz, az Balázs. Hogyha el tudod küldeni neki azt a szót, hogy amit megbeszéltetek tényleg, tehát nem azt, amit nekem van ötletem. Figyelj, legyen az a szó, hogy öreg néne őzikéje. Az is jó. Öreg néni? Öreg néne. Öreg néne. Öreg néne őzikéje. Na? Öreg néne otikéje. Öreg néne otikéje. Öreg néne őzikéje. Öreg néni otikéje. Ez a jelszó. Öreg néni otikéje. Jó, akkor nem. Szerintem az jó. Ez az pompás, hogy ez a kód. Ezt elküldöd, akkor tudom, hogy tényleg baj van. Ugye, hogy gond van, hogyha még azt is utána írod, hogy setes uta a lába, akkor rögtön indul. Bárhol vagy, akkor azonnal elindulok. Én szólok a technek is. Jó? Akkor jöttök és megmentetek engem. Jó, megvan akkor? Megvan akkor mi a jelszó? Igen, megvan. Jó. Megvan. Mi a jelszó? Hát öreg néni, oszikéje. Öreg néni, oszikéje. Megvan, mondom én. Jól van. Na, akkor vigyázz magadra, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy hallom a hangotok. Egy gyors tesztet azért le kell futtatnunk, 5 perc múlva küld el a Vikinek a telefonjára, vagy Balázsira azt, hogy öreg néni őzikéje, jó? Hogy tudjuk, jó. Hogy... De nem fognak menteni. Tudjuk, hogy tudod. Meddig vagy elérhető? Mi? 8-ig elérhető vagy? 8-ig, igen. Még 10 perc már rákérdezem, hogy emlékszel. Mondom ezt a kódot. Jó, vigyázz magadra. Jó, nagyon szépen, köszönöm. Jó. Bauni! 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 Vigyázz magadra. Nektek is, Bauni. Vigyázz magadra. Dragám, itt vagy? Elkemen vécére. Rám jön. Itt vagy, Pákó? Itt vagy, tök mi? Jézusom! Ez hihetetlen. Akkor még egyszer próbáljuk elköszönni, jó? Na. Bauni! Háló! Hát, itt voltok! Háló, hová! Itt vagyunk! Háló! Hát persze, hogy itt vagyunk, a te kis barátaid mindig itt vannak. Vigyázzunk rá! Nem merjük letenni, mert tudjuk, leteszed a telefont, azonnal bajba kerülsz. Na, megyünk, jó? Bauni! Bauni! Moniso, Bauni! Drágám, rám jön a szó. Atya, most. Áhó! Nyomd meg a gombot! Piros telefon! Pákó, mi a jelszó? Öreg néni, oszike. Jó vagy. Öreg néni, oszike. Már rövidül, már eltelt kérdés, már rövidül. Jó van. Na, vigyázz magadra. Ciao. Hello. Bauni! Moniso, Bauni. Bauni. Májo. Ládeho, kutávú. Valami, nem? Májo. Ládeho. Nem jó a legvidámabb ember a világon? Bauni! Bauni, Balázs, Jani, Feri és a Moniso. Tedd le, Pákó. Elvitték. Na viszont most már tényleg bajban van. Tehát letette és vége van. 7:08, pontosan 6 perccel jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show, a Klassz FM. 3:48, múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Pákó rejtély megoldódott. Írják többen.
Neki mentem egy autónak miattatok. Írja Ati. Ez teljesen hülye. Sírva röhögök a buszon. Péntekenként rendszeres rovatot neki. Írja nekünk egy másik hallgató. Jobb volt, míg el volt tűnve. Neki mentem egy autónak miattatok. Őrültek, írja egy másik hallgató. Ha gyerekek, én nagyon kedvelem őt, komolyan mondom. Annyira cuki. Nem? Cuki? Igen, helyes. Én tudok rajta röhögni, de úgy jó indulatúan mondom, hogy rajta. Tehát, hogy én kedvelem. Nagyon jó srác. Jó gyerek. Nagyon jó lehet, gyerek. És hát tényleg minden egyes beszélgetés olyan vele, mint hogyha életedben először beszélgetnél, mert semmire emlékszik az előzőben egyrészt, és semmit nem ért meg abból, amit mondasz. És nem. Te is ugyanúgy nem érted, ahogy eddig. Nem lehet érteni szerintem, nem. És utána mond egy olyan hasonlatot, ami annyira nem odaillik. Hát tehát, igen. Összetesz dolgokat. Így van. Beszűrődik az agyába valami információ a világból, és ezeket így kilöki néha, nem? Mert nagyon sok tudás kikívánkozik belőle, és egyszer akar mondani kettőt igen, is. Igen. És aztán a kettőt összegyógyítja. Magyarul mind a kettőt ismeri, és ez szerintem imponáló. Ez komoly teljesítmény. Na jól van. Kértük, hogy küldjön teszt SMS-t? Egy 5 perc múlva? Igen. Aha, igen. Most már lassan meg kell jönni. A telefonját nem küldte még mindig. És hova megy be 8-kor? De valamilyen bíróság ügye van, de erre a direkt nem akartam megkérdezni, hogy most ne keverjen bajba, hogy arról esetleg beszélt, mert amilyen kis aranyos, ő elmondja, hogy milyen ügye van, aztán azon a partvonalra rakják az első tárgyaláson. Meg nem egyébként... tudom, hogy milyen ügye van szegénynek, biztos megint belekeveredett valamibe. Ő mindig belekeveredik valamibe. De nem azért, mindig, mert rossz indulatú vagy, bárki bánt, hanem mindig belekeverik valamibe. Meg ismersz még egy olyan embert, aki 15 vagy 20 perccel a bírósági tárgyalása előtt ilyen jó kedvű? Nem. Neki minden, bármilyen esemény van, az neki egy jó buli. És egyébként simán lehet, hogy megint valamilyen csípcsup ügye van. Csak éppen, ugye, nem, valamilyen családi ügye van, azért hát nem is akartam rákérdezni. Csak valószínűleg az lehet, hogy ugye vázolták neki a tényállást, úgy 3-4 héttel ezelőtt, és még mindig a megértetési szakaszban vannak. Igen. Hát újra és újra vázolják neki, hogy... Szeretem, ő maga a zen, és maga a megvilágosodás. Tehát az éjjel a pillanatnak, légy boldog, ne a múltban, ne a jövőben, csak az itt és most. Gyerekek, fura, de ezt ő gyakorolja a legjobban. Aha. Fél óra múlva bemész egy bírósági tárgyalásod, család elhelyezés, per gyerek elhelyezés, nem tudom. Ahhoz képest ő itt volt a jelenben, és megélte a pillanatot. Mondjuk, hogy nem? A apának is tudnák, hogy a Páko maga a zen, akkor úgy átgondolnák, hogy miben hisznek. Na, Óven bácsival és Berunénvel játszunk már is. Óven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Sziasztok. Szia. Halló, Joci. Igen, sziasztok. Joci, mi újság, hol vagy? Hát, bocsánatban éppen billentek. Billentesz? Na, mivel? Igen. Egy billentcsel? Hát, sódát hoztam egy... Tessék? Egy billentcsel? Igen, igen. Mekkora? Hát ez egy 40 köbös nyerges gabonás autó. Az finom. És éppen ezt dobod le? Hát igen, éppen most jövök le a rakásról. Jössz le a rakásról? Igen. Mennyi szakszol? Ennyi. Hát ezzel nem összes. Nyerges billentcs 40-es. Szigorúan 25 tonna. 25 tonna, és kiszortad valahova? Igen. De tudatosan, nem véletlenül. Jó helyre, meg, ugye? Jó helyre. Persze, jó helyre. Nem valakinek a kertjébe bosszúból. Nem valakinek a kapu bejárójába. Igen, az finom. És akkor mi a következő fuvar, amit viszel? Hát megyek Pilisi Ánfazura, kőjé. Gabona, kő, minden. Igen, kő. Igen. Nagyban üzed az ipart. Jól van, Jocikám. Mi a helyzet egyébként a törbottyámban? Minden oké? Jóság volt, M31 jó volt. Szada is. Tibit most reggel nem láttam, pedig szoktam. Tényleg? Szoktad látni? Persze, mit csinál? Vagy milyen élethelyzetben látod? Á, megismerni az autóját, mert ugye, mit tudom én, messziről látszódik. Hát. És ott mész el az utcában, ahol ő is lakik? Nem, itt a főúton szoktam találkozni vele. Hát leszaladt tejérkenyérére a Tibi, ennyi. Hm? Tisztelik egyébként nagyon a szadaiak? A szadai Jacksont, a pop királyát? Nem tudom. Még szobrot nem láttam róla. Majd lesz. Ha lesz, az persze. Figyelj, tegyél le a kertjébe egy 6 köbméter követ. Tök így jó, van. Rendes dolog lenne. Hát van az a pénz. Persze. De lehet rágya is. Figyelj, mennyi egy köbméter trágya? Tényleg? Mennyi lehet? Nem tudom, azt nem szállítunk.
Azért az nagy kiszúrás. Nem? Tibi gyere, ki van valami a kertedben. Neki lenne a legzöldebb gyeklés. Ah, mondjuk olyan... Elgereb Jézi, és már meg is van. Szép lenne, igen. Na jól van, Jocikám. Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj. Oh. Vívnit annyit tanítják a kis lukot. Hát illetve készülnek a 2015-ös filmben mutatóra. Igen. Ugye, mert hogy akkor mutatják be a hetedik részt. És iszonyú sok mellékszál is lesz, és mindegyikből lesz mozifilm is. Boba Fett is kap egyébként saját filmet, Luke Skywalker is kap saját filmet. De okosan kitalálták. Nagyon kíván találom. Igen, azt hiszem, azokat már Disney csinálja, nem? Mert ők vették meg, és azok már ilyen gyerek sztorik lesznek, vagy a gyerekekre alapoznak. Igen, csak mondjuk Boba Fett fejvadász, azért remélem, abban lesz egy kis öldöklés is. Hát biztos, igen. Figyelj, Jóci, mutatjuk, mit énekelnek, egy nagyon rövid részletet fogsz hallani. Ez magyar előadó? Jocikám, hát majd a harmadik meghallgatás után egy kicsit segítünk, de már így az első után margobázni kezdje. Jó, akkor kezdjük újra. Jó, mutatjuk, figyelj, ugyanilyen rövid lesz. Eddig még nincs meg. Nincs meg? Nincs. Próbáld meghallgatni, figyelj. Nem? Nem. Jó, nem baj, még megyünk tovább, kivettük a bögrét. Jó, figyelj, így szól egy hosszabb részlet. Ez mindjárt, ez egy magyar... Kis Luke viszont nagyon keni. Nagyon nyomja. Ez tudod, azzal a kis támadó edzőrobottal küzd most. Te ilyeneket ismersz? Nézőrelok háborújában. Hát egyszer látta valahol. Honnan tudtál te ilyet? Mert van egy kis támadó robot, ami... Kenny vágja, és azt is tudja, hogy négy bébi elemmel meg. Ez egy nagyon kis részlet egyébként, bizony, amikor ezzel a támadó robot... Ahogy felszállnak, ugye Obi-Wannal a... Máhogy csak mesélték a hajóra, és akkor... Nagyon felvilágosult vagy. Jóci, nem megy, pedig ez most már innentől nem nehéz. Hát még nincs. Na, utolsó lehetőség, jó? Még egyszer, jó. Ó, megvan, Happy Gang! Happy Gang, így van. Madarász Zolika küldte, köszönöm. Valaki segített? Ki volt ő? Igen, Madarász Zolika. Madarász Zoli. Jó van, ez azt jelenti, hogy megvan az ajándékcsomagod. Nagyon szépen, köszönöm. Most már, de mondd meg a Zolinak, hogy most már hallgasson valamit a 2000-es évekből is. Nagy parti állt a Zoltán. Az milyen jól segített neked. Küldjük, jó a bögrét, kivettünk, de a többi megvan. Jó, köszönöm. Szép napot, sziasztok. Köszi a játékot, ciao. Hát, ciao. Jaj, eszembe jutott a Happy Gangről valami, hogy... A fiatalságot. Igen. Hogy lopják a Jackie-met, de hogy is nem. Emlékszetek? Emlékeztek? Lopják a Jackie-met. Ez is Happy Gang volt. A retro nap. A magyar retro nap. A magyar retro, megígérted. DJ Vali készül. Csak jelöljük ki a napot. Uh-huh. Mikor akarjuk? Porszívózod éppen a sárplatteneket otthon? Takarítgatod a bakeliteket? Mikor akarjuk? Na, van nézzük. Már egy csomó. Jövő héten megyünk csütörtökön kitelepülni. Ugye van egy ilyen budapesti helyszínünk. Aha. De az csak ilyen egy napocska. Hát most egy napot akarunk retronapnak is, nem? Mm. De a kitelepülésen meg a retronapon sok zene van. A retronap az egy olyan nap, hogy kevesebb téma, sok zene, retro élmények, fiatalság, tehát az más. Legyen jövő egy szerda, mondjuk? Jó az nekünk? Jó. Van valami? Nincs nem nekünk dolgunk, kell jónak lenni, hanem DJ Otinak. Gyerekek, csak DJ Oti. De akkor miért nem egy pénteket, ha csütörtökön megyünk a kitelepülésre a Vörösmarty térre, jó, igazad akkor miért nem a pénteket lökjük meg úgy, gyerekek, hogy azt mondjuk, hogy péntek, retro nap, jó idő lesz, gyereknap. Pénteken megyek Münchenbe. Ja, Stefan, das ist gut. Csak nem tudom, hánykor megy a repülő. Nehogy lelép, retro napról nem. Nem, azért nem, az igen, mert ha elmegy fél tízkor a retro nap, az nem jó. Szerda. Pénteken elmegyek. Nem tudom, hánykor megyek. Na most miért így jó, amikor a hold pont van? Semmi gond. Jó, csak meg DJ Otinak nem jó a péntek. A szerda jobb DJ Otinak. Pénteken Münchenbe szólít már egy diszkó fellépés, gyerek. Oti péntek este már Münchenbe játszik, egy nagyon menő klubban, úgyhogy... Szerda? Szerda. Jövét szerda. Jó, legyen. Jó. Leütöttük? Le. Legyen ez. Jó. Akkor készülnöm kell erre. Így van. Mit szeretnétek? Van valami kedvenc, amit kértek? Egyet mondhatok, retro magyar, tessék.
De nem, nem ilyen, hogy mit tudom én, Máté Péter, tehát ne a tikorotokból, tehát ne. Várjál, de csak akkor... ezek a diszkóizék lesznek, vagy hát lehet mi, egy mit akar, hát mit akarunk? Szex vagy a mi? Pain? Pain. Szex vagy a mi? Pain? Csak az, ez nem egy olyan feel good szám, nem? Hát tehát az nem, mondjuk. Az egy igazi lehet, kuriózom. Ha ezt akarod, lehet. Jó, lesz. Oké, megkapjátok. Pénz, hát azért arra azért még most is rádöbbennek egy páran, akiknek ez így kimaradt. Jó, oké. Feri, valami? Mit akarnál? Hát az én korszakom, amit már előtte nem lehet. Tehát a Máté Péter. Az a baj, igen, hogy igen, 60-as években most nekem csak azok vannak meg még vinilen. Nincs semmi? Hétvégén majd felmegyünk a hegyekre. Hip-hop boys? Egy jó hip-hop boys. Egy jó hip-hop. Sírni fogtam. Mi van? A pokolgépet is kérhetek, de azt úgyse fogja lejátszani. Az igaz. Ne, ilyeneket nem, ez klasszik retro. Ne, véletlenül sem legyenek olyan emberek, akik tudnak zenét. Gyerekek, de félreértitek a retronapot, megint kultúrát, tudod, meg zenét, meg muzikalitást akartok belecsempészni, de ez a gagyi retro, tehát ez a most már gagyinak tűnő, de akkor nagyon szeretett retro. Aha. Tehát egy pokolgép azért az jó. Persze. Tehát egy Happy Gang és egy Hip Hop Boys között belaksz egy pokolgépet, annyira kilóg, hát ez nem jó, nem kell oda. Tök igazad van. Nem akarom bánni a Happy Ganget, de tény, hogy egyébként a Kukovec, mondjuk egy fél üveg császárkörte után is többet le tud tenni az asztalra, mint a Happy Gang. Most mi a bajod Korival, Vitaminnal és Mohával? Jó, semmi. Na jó, oké, okay. Jó, tehát egy pénz akkor lesz. Jövét szerda retro nap, akkor ezt megbeszéltünk, jó? 3 perc van pontosan, 8 óra, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 4:09 van, pontosan jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Hello, külső Szilágyi úton mérik az Újpest központ felé haladókat. Kaptuk SMS-ben, aztán a budafoki, még a Hengermalom sarka is mérés alatt, de csak alig lehet haladni, ez Jack küldte nekünk. 81-es főúton Pér és Győr között Fehér Szeádból mérnek, ráadásul 70-es táblára kell figyelni. Ez Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. M6-os 42-es kilométernél van egy fotó, és Budai-Pesti alsórakpart lassú, mint mindig. Ez pedig Őzike küldte nekünk, köszönjük szépen. Tegnap betegen hánykolódtam az ágyamban, és tudjátok, mit néztem? Hát gondolom, hogy ha hánykolották, akkor egyszer a plafon. Nem úgy. Női futballt. Ó, de hát arról neked van egy véleményed, ha jól emlékszem, egy évvel ezelőtt elhangzott, hogy a teljesen értelmetlen sportág. Valamilyen, talán BL döntő volt, de nem vagyok benne biztos, hogy magyar kommentátorral ment egyébként, de le volt halkítva, és nemzetközi csapatok játszottak, csajok. Kézfogás, stb. Tök mindig nagyon ügyes volt egyébként, hogy nagyon jól köpködtek játszottak. A gyepre? Nem. Férfi volt a vezetőedző, és azon gondolkoztam, mert nem mutatták közelről a B-középet meg a rajongókat, hogy csajrajongóik vannak, vagy fiúk mennek ki lánymeccset nézni. Kopasz ki, gyúrt te tovább. Na, és ezért ültem ott fél órát, hogy végre egyszer mutassák a közönséget, mert az, hogy lányok fociznak, nekem fura, én nem tudom hova tenni. Tehát hogy tök fura, hogy női testek ott passzolgatnak, volt egy bemelegítés, fejelnek, passzolgatnak, nagyon fura. Nem azt mondom, hogy ügyetlen, nekem fura látni, tehát hogy valahogy az ember nem így képzel egy nőt. De tehát egy magyar futballhoz képest például, nem tudom, egy NB1-es meccs mérkőzéshez képest olyan színvonal volt, elképesztő, hogy játszottak. De nem mutatták a közönséget. Ki megy ki drukkolni egy női csapatnak? Ha férfi kimegy drukkolni, akkor ő miért nem egy Reálnak drukkol? Ha nő megy ki, akkor... akkor nőként ott áll a B-középbe. Szerintem a nő nem megy ki. Karlengetve, üvöltözve, szotyízva és drukkol a női csapatnak? Mert egy férfi kimegy egy női meccsre? És ő sem megy ki. De ezért nem mutatták a közönséget? Mert nem volt. nem volt tele a stadion. A barátnők kimennek, meg az osztálytársak az óvónőképzőből. És figyelj, fél óráig gyötörtem magam női futballal, de mondom, tényleg meglepően ügyesek voltak. Nagyon jól fociznak. Nagyon jó. És nem mutatták a közönséget. Ez lehet azok. Nem mutatták a közönséget, és vártam egy közönséget, hogy kik drukkolnak a nőknek.
Nők vagy férfiak? Szerintetek egyébként van igazi igény a női focira, vagy pedig ez csak így az egyenjogúsági egyében született? Szerintem ez a sportág. Egy komoly döntő volt. Mondom, tényleg nem akarok hülyeséget mondani. Azt hiszem talán egy VB vagy BL döntő. Vagy két csapat, az egyik német, vagy nem tudom. Nem voltak túl sokan a látón azért. Tehát tegyük hozzá, hogy tehát nem egy ilyen elklasszikó szintű 80 ezeres Bernabeu volt tele emberrel, de ültek, tehát volt egy szektor, ahol nagyon sokan voltak. De nem mutatták őket közelről. Ültem hülyén, aztán elkapcsoltam. De akkor kiülhetett? De szerintem nincs rá akkora igény. Az őt hadsereg. Tehát most, ha mondanod kéne egy híres, világhírű női focistát, hát megakadnék, azért bajba lennél, nem? Vagy a tavalyi, mit tudom én, átigazolási szezon legnagyobb sztárját, akért a legtöbbet adtak a női klubokban, és átigazolták, nem tudsz mondani. Krisztina Beckenbauer. Tehát ők szegények kicsit úgy vannak, hogy közben igazából nincsenek is fönn a sporttérképen. De mert valljuk meg őszintén, nincsenek fönn a sporttérképen. Milyen volt színvonalas. Figyelj, iszonyatosan jól játszottak. Tehát mondom, megnézel egy magyar NB1-et, ahhoz képest ez egy színvonalasabb meccs volt. És ez most mindenféle irónia meg bántó szándék nélkül mondom. Tehát hajtottak, volt csel, és, volt és gól. Technikásak testinkásra játszottak, tehát tényleg kis passz, föl volt építve, támadtak, fejeltek, tehát nem ez a rugom, ahol érem, és akkor majd csak ott van valaki. Tehát nem ilyen típusú futball. De valahogy mégis az ember úgy áll hozzá, hogy olyan fura. Tehát nagyon fura cofos lányokat amiből... rövidgatjába látni, stoplis cipőbe, hatalmas combokkal. Én nem vagyok egy nagy foci fan, de hogy valahogy így a női labdarúgás, tehát hogy így vannak olyan sportágak, amikre nem vagy annyira kíváncsi, hogyha a nők csinálják. De vannak ilyen sportágak, aminek például a férfiak nem vagy kíváncsi. Nem, engem nem érdekelnek például a férfi szinkronúszók. Több olyan sportág van, ami rosszul áll a nőknek, mint olyan sportág, ami rosszul áll a férfiaknak, nem? A női súlyemelő, a női boxoló. Hát a női súlyemelés azért az még, tehát hogy van egy súlykategória, ameddig az nagyon-nagyon meggyőző tud lenni, meg nagyon szép. Mert nekem mindig nagyon fura, hogy ilyen félbajszos fehér orosz nők ott beleszakítanak a százszarnak, a crossfit egy összetett dolog, mindent csinálnak, kis aerobik, kis edzés, kis felülés, de amikor a súlyemelő 1.40-es csaj kicsi bajusszal beleordít a 150 kilóba és minden százszor, azért a crossfit az már picit hasonlítod a téma, mert azért a de az nekem inkább az aerobik, a crossfitnek konkrét a része az olimpiai súlyemelés. Uh-huh. Tehát, hogy nem csak kisfelülés, meg kislökés, meg kis húzózkodás, hanem ők megszakítanak. Az oké, de nem úgy néznek ki, mint a fehér orosz súlyemelő nők. De milyen súlyokkal dolgoznak? Akik 140 kilósak, bajcosak, és ordítanak. Más, tehát testileg azért nyilván sokkal jobban néznek ki. Más iskolán nevelkedett a crossfites és a súlyemelő. A tizediken laknál is nem lenne lift, azért egy olyan nőnek jól örülni azért. Fő kéne vinni a hűtőt. A hűtőláda. Mi van férfi szinkronúszó? Tudok egyről. Láttam vele egy riportot a tévében. És a csajok között úszik, mint férfi, vagy igen, ő? Igen, igen. És a család nem örült neki annyira. Azért minden, tehát egy öltöző van gyerekek ott azért bekerülni a tutiba. Van egy ilyen fiatal ember, igen. Most engedjük el ezt a vonalat, de azért 10 csajjal ott bemész, egy kis csipeszel az orrodon, egy szinkronúszol ott, azért valami nem stimmel. Nem? Nem tudom. De most komolyan. Az érdeklődési kör nem szóval rossz. Megértem, hogy utazol velük, turnézol velük, és minden jó csajok vannak körülötted, persze. De hogy egy kis csipeszt fölraksz. Hello csajok, beköszönsz az öltet, gyorsan átdobod a kis cuccodat. Hogy vagy Gabi, hogy vagy Kati? Csobbanhatunk, Józsi. Hogy megy az angol spárban? Nekem már egész jó. Józsi fölkapja a kis orrcsipeszt és beugulik a lányokhoz, és vidáman szinkronúszik. Hát azért ezt ne tekintsük teljesen természetesnek. De hát ez az pont, hogy megvan a közvetítés, hogy három pár csupasz női láb és egy szőrös férfi. Érted? Egyébként ráadásul az a felvétel, amit mutattak, az ilyen volt. Hogy és akkor megjelent egy láb, két láb, három láb, és a negyedik láb az egy picit így kilógott a sorba. Az volt a kakuk tojás. Józsi, megmondtuk, borotváján Józsi, basszus. Csak rád figyelt a zsűri. Tehát nem tudom. Én nem akarom a Benit irányítani, meg tényleg azt csinál majd, amit akar, és oda megy sportön, mert azt mondja, hogy apa, megyek szinkronúzni, és ott itt 10 csak között, apa, megvettem, nézd, az új orrcsipeszem. Igen. Szerintem minden szülő azt akarja, hogy olyan sportot csináljon a gyerekem, nyilván, ha benne ki teljesen nem tudnám lebeszélni, de használni, hogy megyek vízilabdázni, talán egy fokkal jobban örülnék. Apa, mint, hogy gyantázom, vagy borotváljam. Muszáj, az Karcsi bácsi, az edző mondta, hogy túl szőrös vagyok, le kell vágni, tehát ez nem biztos, hogy jó. Pánikszerűen elvinni egy sportág választóra a gyerekem, mindenhova valami megtetszik. Valami szeressen bele, csak ne szinkronúszó legyen. Nincs ez a baj, mert tök jók a szinkronúszó csajok, meg jól áll, meg nőies, meg kecsesek. Tehát velük nincs baj, izmosak, szépek, hát nem ez a baj, csak hogy... Na mindegy, de hogy kinéz női futballt, erre akartam kiukadni. Hát te, betegen. Én néztem, írja is egy hallgató, hogy tényleg BL döntő volt, és azt mondom, Marseille játszott, igen. A Wolfsburg csapatával játszották egyébként a BL döntőt. Na mindegy.
a híres marseilli lányok. A híres marseilli lányok, igen. Németek nagyon jók belőle egyébként világszínvonalon. Tehát válogatott szinten, azt tudom. Na, ennyit tudok a női fociról. Hogy? Ja, jó. Hogy a németek a nagyon német. Jók. Jó, hát persze. Ugye, ha úgy is mentek ki Münchenbe, szerintem elugorhattok egy meccsre. Megnéznék egyszer, szívesen meg jó volt, csak tényleg nem tudom, hogy kinéz őket. Juli, hello! Jó reggelt! Nézel női futballt? Nem. Nem? De miért? Láttam már egyszer, de nagyon fura volt. Több fura. Férfi amikor futball? Azt szoktam néha muszáj, mert a férjem szereti a nézi? Nézi, igen. Úgyhogy olyan karriért. Kinek szurkolom? Horvátok? Barsza. Barsza Drucker? Barsza Drucker. Hát nem barátom többet. Hová állhat a máshova? Na jó, most menj ki. Egy időben Milán Drucker is volt. De bánom, hogy megszólítottalak. Most már barszás. Atletico, Real Madrid, hétvégén, csak mondom. De ott az mind a kettő Madrid, nem? Vagy hogy van, milyen? Igen, hát ebbe igazad van. És te melyikkel vagy, az Atleticoval? Szerintem igen. Nem. De mit, csekket fizettél? Befizettem csekket. Vagy csak az élményért mentél. Kitöltöttem ott, igen. De pénzt nem váltottam. Mi történt? Nem valutát, hanem készpénzt váltasz, tehát forintot papírpénzre, vagy papírpénzt forintra. Aprót viszel, és mondjuk... Igen, forintot forintra váltani, ott nincs nagy kasza. Igen. Nem fogsz rajta sok ötletes. Meg lehet próbálni. Na, de mi a baj? Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy nagyon-nagyon komoly illetéket számolnak föl a postán azután, hogy te pénzt váltasz ott. Tehát, hogy beviszel valamennyit apróba, és igen, kevesebbet kapsz vissza papírban? Az én férjem, ugye ezt már mondtam nektek, hogy szakács, és az üzletvezető jött háborogva ekkora fejjel, hogy egyrészt be kell jelentkezni a postára, hogy te pénzt akarsz ott váltani. Tehát azt mondod előre, hogy oké, hozok 300 ezer forint készpénzt, papírpénzt, szeretnék érte aprót. Mit gondoltok, mennyi? Én még valahol jogosnak tartom, hogy nincs náluk 500 000 húszasokba, nem? Jó, értsük meg őket egyelőre. Igen, tehát az időpont oda megy. És apróra is váltanak? Tehát 10-100 000 forintot beváltanak neked apróra? Igen, mondjuk egy nagyforgalmú helynél, mondjuk azt, hogy 300 ezer forintot akart múltkor a srác váltani, be is váltotta, mit gondoltok, mennyit hagyott ott illetéknek? 300 ezer forint készpénzt vitt, papírpénzt, aha, és apróra akarta váltani, aha, illetve be is váltotta. Hát nem gondolom, ilyen 1-2%, nem gondolom. Egy 1-2%, 300 ezernél az 3000 forint? Azt te neked kell a legjobban tudni, Feri. Ugye? Igen. 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 Tudod, hogy ebben rátalálkozunk. Megyünk utánad a szakadékba, magunkkal rántasz. Én csak a rajzból szigorlatoztam. 21 ezer forintot hagyott ott. 7%-ot számolnak föl arra, hogy te papírpénzt beváltasz apróra, és fordítva. És még ilyen összeghatás nincs, hogy mit tudom én, 5000 forintig nem kell fizetned semmit? Az van, hogy 50 darab érméig te illetékmentesen válthatsz. Aha. És ami a fölött van, azt onnantól kezdve csengetsz. És így egyébként egy zacskóba vitte be, vagy belőle be kellett rollnézni? Hát ezt most régen, mert régen ez úgy ment egyébként, hogy ha volt egy csomó apród, akkor berolniztad, utána pedig ráraktál egy ilyen céges pecsétet, hogy ellenőrzhető legyen a dolog, bevitted, és egy-egybe váltották, nem kellett semmiféle kezelési költséget fizetni, és ha nem kellett velük dolgozni, vagy valószínűleg az lehet egyébként, hogy ha mondjuk neki kell vele dolgoznia, akkor azt mondják, hogy kell valamiféle kezelési költséget. De 300 ezerből 20 vitt be, tehát ő nem aprót vitt, papírpénzt vitt be, és aprót vitt el. Az sem nem kell csinálni. A kasszás kislány fogta és kiemelte egyenként. De hülyeség. Háti kamat. Aha. Mennyi? Mennyi a kamat most? Hát ez az éves kamat. Berakod a pénzedet, és egyéb van? Kb. 2-2,5% nincs több. Hát... Ha, de mire gondolsz? Hát arra, hogy akkor 6000-et kapsz érte. Igen, hogy beteszed a 300 ezer forintot, és akkor 6000 forintot veszel ki. Elviszed, beváltod apróra. Ja, értem, hogy egy év alatt kapsz 6000-et, meg 10 perc alatt kifizetheted. Megértem az ügymenetet. Aha. Ez tényleg pofátlan. Ez sok. Mert ha apróba viszed be, azt nekik le kell váltani, be kell hozni, le kell rollizni, tehát abban van valami. De nyilván akkor nincs különbség, tehát az összegek vannak belőve. De az, hogy te 300 ezer forint papírpénzt beviszel, és te 21 ezer forintot levonjanak tőled, az nagyon sok. Mennyire csinálja azt, hogy van a bankszámlája, akkor menjen be szépen a bankba, ahol ugye a bankszámláját nyitotta, fizesse be ezt a pénzt, teljesen mindegy, hogy milyen címletekben, befizette, és utána pedig egy fél óra múlva vegye ki a saját számlájáról olyan. De valamelyik ott is van bank automatánál.
Na jó, csak ha neki ugye papírba viszi, és neki apró kell, akkor azt ugye automatából azért nem tudod kivenni. Ritkán vesz forintos. Azt nem tudod kivenni, tehát hiába fizetsz be 300 ezeret bankba, csekken, vagy bárhogy utána te ezt apróba nem tudod kivenni a bank a postán, meg sehol. Ez egy nagy forgalmú helynél, ahol ugye napi szinten kell visszaadnod apróban, ott ez szinte gyakorlatilag hetente egyszer el kell játszanod, az, hogy elmész, és ennyi aprót váltasz. Szóval, hogy, és egyébként úgy van, hogy kétféle pénzváltási módozat van. Az egyik az a szerződéses. Én nem néztem utána a honlapjukon, hogy mit jelent az, hogy szerződésben állni a postával. Tehát ha szerződést kötsz velük, akkor alacsonyabb ez a kamat. Akkor 6%. Akkor csak valami 4 egész valamennyi. Hát bocsánat, az is 15 ezer forint. Ez az egyik, de másik az, hogy gondolom, hogyha szerződést kötsz vele, akkor meg van valami szerződéskötési díj, vagy nem tudom, tehát biztos akkor is valamit fizetned kell. Szóval, hogy ezen azért komolyan padlót fogtunk, amikor jött be ekkora fejjel a srác, hogy mit gondoltok, mennyit hagytam ott a postán. Mi befektetünk, gyerekek? Miből hozunk be nagyon sokat? Külföldön már van. Apróból. Apróból? Nem, apróba. Pénzváltó automata. Már mondja az Juli, pénzváltó automata. Eljön hozzánk a Juli, beszórja az apró pénzt, azt mondjuk, Feri, Jani, Bali, pénzváltó automatája 1%-ért vált, bedobja az aprót, kijön a KP, cash, 1%-ért zsebbe teszünk, meg vagyunk. 300 ezerből 3000-et kerestünk. Na? Nem rossz. És már megvan az első hely, ez az étterem, amit elé lehet tenni. Mondd meg a férjed szakácsának, hogy jön az automata. Ilyen egyébként tényleg van, bedobod, és ő leváltja neked. Azt nem tudom, hogy számol-e valamennyit. De én ezt láttam, Németországban láttam, hogy hát ilyen van. Itt az italautomatában, hogyha bedobsz, akkor az, és nem vásárolsz, akkor apróban adja ki. Igen, igen, de van rendes pénzváltó, hogy bedobod apróba, és ő visszaadja neked papírba. Tehát, hogy tudod, és azt szerintem nem is van le. Hát akkor ilyen automatákba kell fektetni. Alá megyünk a posta alá. 7%, mi azt mondjuk 3%, lerakunk automatát, semmit nem kell csinálni. Van egy karbantartási költség, de... Na de neked is valahonnan kell szerezned az aprót. Tessék? De honnan szerzed az aprót? Hát azt bedobálják, érted nekünk. De ha már ezt megszereztük egyébként, akkor valami más is át kéne venni a postától. Csináljuk azt, hogy például a mi kerületünkben legyen csak egy postacím, a miénk. És te és majd tovább? Én kiviszem a leveleket. Jutalékét. Gyerekek, még csak fél kérdez, de már összeállt a biznisz. Pénzváltó automata. Megcsináltuk. Egy százalék. Megvagyunk. Te közben viszed a leveleket. Hát mi kell még? Aha, mondjuk hozzáteszem, a postákon már csak ruhát nem lehet mosatni, már minden van. Tehát sorsjegyet is tudsz venni használt DVD-ket, fel tudsz adni, hogy hívják okat, csomagokat, így van, biztosítást is tudsz rajtuk keresztül kötni. Ott már mindent lehet. Igen, csak ezt a 702-t azért nem érzem korrektnek, mert azért a pénz az pénz. Tehát, hogy nem rosszabb az apró. Én értem, hogy gondjuk van vele, meg be kell rollizni, de hogy azért te tulajdonképpen azért, hogy egy 10 perces manőver miatt elveszítsd a beadott pénzed 7%-át, azért az nonsense, nem? Sok. Szóval sok. Azért az tényleg nagyon sok, mert te ugyanannyi pénzt adtál be, és nem inflálódott, és nem telt el egy év, nem, te abban a pillanatban akarod megkapni. Az, hogy valami kezelési, nyilván van kezelési van költsége, vele, hogy lehet, egy sima valutaváltóba is van. Kezelési költséget számoljon fel, ez teljesen korrekt, hát dolgozik vele, igen, berollizna, de hát basszus, 7%-ot? Hát ez a rohadt sok. Miért nem csinálta azt, hogy leváltotta apróba valahol, benzinkutakon, vagy nem tudom. Hát de akkor mindig venned kell itt valami. Itt egy 500-as. Igen, ne arra, hogy tudsz apróba visszaadni. 300 ezeret apróba, mondjuk nem egy az jó megoldás. Az állnavosokról ti hallottatok? Az micsoda? Az állnavosok, akik állítólag bementek vendéglátóipari egységekbe, azt mondták, itt van 500 forint, legyen olyan kedves, és váltsa föl nekem. És amikor fölváltotta a kasszás 5 darab százasba, akkor előkapta az áligazolványát, és azt mondta, hogy pénzváltásra külön jogosultság kell, és akkor én most megbüntetem önt. Hát igen, azt tudni kell. Kiderült, hogy ez nem, igen. Tehát, hogy ezek ilyen schmindlerek voltak. Jó, hát azért egy azt tudni kell. Megbüntettek. Na jó, de itt azért, tehát én értem az megint a naivságot. Tehát azért, aki a kereskedelemben dolgozik, és tudja, hogy zajlik egy adóellenőrzés, nincs fizetés a helyszínen. Tehát így nincs van. Büntetés a helyszínen. Tehát, aki ezt még mindig benyalja, hogy adóellenőr, hogy nem adott számlát, most adjon 10 000-et, az meg is érdemli. Tehát nem azt mondom, hogy megérdemli, de tudnod kell, ha a kereskedelemben dolgozol, hogy az APEC, a NAV nem így büntet. Tehát kimegy, eljárás van, meghozzák a döntést, kimegy a cetli, be kell fizetni. Nincs ilyen, hogy helyszínen téged ott megbüntetnek. Hányan mennek a bölcsészkarról, nyári munkára, bemegy,
legalábbis így az adó ellenőrzésben a formában, ahogy elmondtam. Ha az én pincérem odaad egy 10 000-est bárkinek, akkor kelt fel reggel utoljára. Hogy? Hát van üzletvezető, van tulajdonos, a navossal majd ő fog beszélgetni, nem a pincér fog beszélgetni. Ne viccelj már, Juli. Azért, mert ő egyébként nem csinálta, és csak most ma kezdett el dolgozni. Hát ha ő a kasszával odaad valakinek 10-est, ott húzzuk fel a mestergerendára, ne szórakozz. De vannak más éttermek is, ahol egyébként sokkal barátságosabbak a tulajdonosok. Keressétek ezeket a helyeket. Egyet se találsz olyat, elmondom. A pincér odaad a NAV-nak, vagy bárkinek. Az ott egy mozzarella, ott némi füstöltárulók, ott meg a pincérő. Ő az, aki elszúrta. És mellette a kamunavos ellenőr is. Ott lóg. Persze, az is aljas, akik így próbálják lehúzni, de hát azért azt tudnod kell tényleg, hogy te, aki ott dolgozol, hogy ebben a formában így, ilyen ellenőr tényleg nem büntetnek azonnal. Tehát ez egy teljesen más eljárási folyamat, hogy téged aztán megbüntessenek, mint ott. Mennyi a bünti? 100. Már számolom már is. Aha. Írjuk a jegyzőkönyvet, 100 000, adom a 100 000-et, tehát azért ez nem így működik. Régóta viszik már ezt a bizniszt. Én szívesen beszélgetek. Most nem zenek, kifizeti az államosnak. Én megértem, hogy ráfizetés és a krimó, amit üzemeltek, ha oda mindenki bemegy egy álszakába, és azonnal levett tőletek 100 000-et. Ma 4-szer büntettek meg, és 7%-ot fizetünk váltásért. Ráfizetés ez a rohadt hely. Jó. Mennyi lenne a jogos, tessék? Tehát beviszek 300 000-et, mi a jogos? 1%. 3 000-et kérjenek el jogos, ugye? Az korrekt. Igen, azt hiszem, hogy az a korrekt. Az a korrekt, igen. Na jó van. Jobb így, Juli? Jobb. Elmondhattad. Megkönnyebbültem. Na jó van. 8:09, 5 perc, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 8:09, 2 perccel. Jó reggelt kívánunk. Viszont kívánjuk mindannyiót. Budai a sorakpart elején a Tímár utcánál fűkaszálók dolgoznak mindenféle óvintézkedés nélkül. Ha nem lennék napszemüvegben, már az egyik szememre vak lennék egy kavics miatt, amit a fűkaszáló lőtt be a kocsi ablakon. Be az ablakon? Óvatosan arra. Kavics. Azt betud, tehát azt fölkapja. Fölkapja, hátul kitolja. Hogy te mész az autóddal mondjuk 40 km/h, és belő a kavics. Igen. Kemény. Az kemény. De, és koppan a napszövegen. Nézzek még közlekedési hírt. 41-es úton baleset, teljes útzár, Nagy Kálló felé lehet kerülni, ezt Potter küldte nekünk. Külső Szilágyi úton mérik az Újpest központ felé haladókat. 81-es úton Pér és György között Fehér Szeátból mérnek, 70-es tábla van ráadásul, és a Budafoki és a Hengermalom sarkán szintén mérnek, bár nem értik sokan, mert hogy alig lehet haladni. Most még, na de ha letisztul, érted is, gyorsan mész. Akkor na. Viszont beleszaladnak majd sokan. M1-es 142-es kavicsnál kifelé lézersó, ez Torres küldte nekünk, és az Erzsébet körúton trafi van, 50-es a limit, mondja Tamás, ez pedig Kecskeméten történik. Valamint a szerkesztőség és a stúdió között Ristej járat érkezett. Ristej járat megjött? Egy jó kis Ristejjel turbosítod? A kávédat? Minden nap egy pohárral még, a kávé után elfogyasztok ebből a nagyon kellemes Ristejből. Úgyhogy nagyon rá vagyok csúszva, megmondom őszintén, gyerekek. Jobb az emésztés? Könnyebben csúszik? Az emésztésem már korábban sem volt gond. Vannak fotóim is, ha esetleg érdekel. Nem. Tényleg jó. Nagyon tényleg finom. Jó. Nagyon finom, és egyáltalán nem zsíros érzetre, tehát nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a rendes tehén tejet. És hát el fogtok lepődni. Rizsize van. Mondjuk ez jó, szerintem a rizs tejjel feliratva rajta. Szerintem ez egy szerencsé. Sokkal rosszabb lenne, a ananász ízű lenne, szerintem. Érteket van. Tehát rizsital, rizs tej és rizs ízű, ez dicsérjük meg, mert jó termék, hát nem? Tehát a sült kobász íze lenné, reklamálnék. Egyébként tényleg. De egészséges. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Szép napot kívánok mindenkinek! Erzsi vagyok. Erzsi! Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt! Honnan beszélsz, hol vagy? Kiskunfélegyházáról, és itt hol vagyok. Otthon vagy? Igen. Mit csinálsz otthon? Hát én nyugdíjas vagyok. Nyugdíjas vagy? De jó. Igen. Az jó. Most milyen rosszat kérdeztem? De nagyon jó. De akkor mit rögtök? Nagyon jó. Ja, ne, hogy... Hát és mit csinálsz? Hát mit csinálod? Hát a hangja alapján nem mondtam volna meg, hogy nyugdíjas, ezért kérdezem. Hogy munkás, hogy... hétköznap, süt a nap. Munkás, sütök, főzök, na. Mosok, vasalok. Mi lesz? Mit főzöl, mit sütsz? Hát ma lesz túros tészta, paradicsomleves.
Kinek készül ennyi minden? Hát van gyermekem. Betűtészta lesz. Három gyermekem. Ebből még kettő itt hol van, a lakásban, és... Egyet az udvaron. Egy önállósodott, igen. Egymár kirepült a család. Igen, egymár kirepült. Van ilyenkor már friss zeller? Van. Akkor az is megy a paradicsomlevesbe, gondolom. Igen. Ó, de jó lesz az. Meg betű. Azt kérdezte a főre, igen. Klasszikus menü. Klasszikus betűtészta az lesz. Jól van, Erzsi, szoktak menni a válaszok? Hogy érzed? Hát igen, a tegnapi különösen könnyű volt. Ment? Könnyen? Igen? Igen, azt tudtam volna mindet. Van segítséged, vagy egyedül játszom? Hát egyedül játszom, megpróbálom, ha sikerül, de nagyon szeretnék nyerni. Na, meglátjuk. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem egyébként viszonylag könnyű. Kitalálható. Hogyha nem kapkod, szerintem menni fog mind a három. Igyekezni fogok. Na, megnézzük. Jó, várjál, oda kell lapoznom. Itt van. Mehetünk, Erzsi? Igen. Na, figyelj, így szól az első kérdés. Hogy nevezik azt a francia kártyalapot, aminek a jele egy háromlevelű lóhere? Trefft. Így van. Így van. Nagyon jó. Kártyázol esetleg? Hát igazán nem. Nem? Semmilyen? Nem. Semmilyen hát a magyar kártyát azt nagyjából ismerem, de francia az nem. Semmi szerencsejáték? Se egy lóhere, se harcikutyára, se fogadsz? Semmi. Na mindegy, de szép volt a válasz. Menjünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Melyik óceánban található az a sziget, amiről a bikini fürdőruhát elnevezték? Bikini fürdőruhát, egy pillanat. Elnézhetem minden tudásomat. Érkezett segítség közben? Nem. Marika a szomszédból. Senki nem jött át gyorsan, hogy hall a rádión? A csendes óceánban. Na, így is van. Nagyon jó. Hogy ugrott ez be, vagy hogy történt? Hát szeretem a földrajzot mindig is, csak gondolkodtam egy kicsit. Ügyes vagy, így van. Nagyon érdekes magyarázata van egyébként a dolognak, mert a Bikini Atollon atomkísérleteket folytattak hosszú időn keresztül, és ennek a fürdőruhának a tervezője azt gondolta, hogy olyan hatással lesz ez az új fürdőruha a férfiakra, mint egy atomtámadás, de tényleg. És ezért kapta ezt a nevet. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Hát nagyon nehéz, de szeretném megkérdezni. Nyerhető vagy nem? Ki lehet okoskodni? Hát, igen, de nem egy könnyű kérdés. Hát, szeretném megpróbálni. Igen, menjünk neki? Hát igen. Na, megnézzük, jó? Igen. Így szól a harmadik kérdés a Morning Show-s dedikált óráért. Melyik európai főváros egykori latin neve? Vindobona. Vindobona. Jézus Mária, úristen. Gondold át a nevet. Vindobona. Hát, nem akarok gyorsan elhamarkodottan dönteni, de... Mi 10-ig vagyunk. Atya világ. Na mondj valamit gyorsan, mert lejár az idő. Erzsi. Vét. Ez van! Na, jó van. A vímről jöttem rá. Erzsi. Ügyes a vét segített a vín. Jól van. De egy modern nagymama vagy egyébként? Hát még nem vagyok nagymama, de szeretnék lenni, de igen, az vagyok, tehát, mert imádok játszani. Számítógépet ismered például, ilyesmit? Hát azt igazán nem, SMS-t is későn tanultam megírni. Aha. Ja, csak így kérdeztem, mert sokat szokott segíteni, az ember így bóklászik, ezért. Hát ez a számítógépet, ezt sajnos nem tudom kezelni. Nem baj, ügyes voltál, nagyon-nagyon-nagyon klassz. Nagyon szépen, köszönöm. Az utolsó köszönöm. Utáni pillanatban már kezdtük nyomni neked a dudaszót. De köszönöm megjön. Szépen. Széket. Erzsi, küldjük neked. Elment a térerő. Nem. Itt vagy, Erzsi, mit kezdtél el mondani? Itt vagy, mondjad, hallunk most újra. Hát köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok mindenkinek. Drága vagy, örülünk, hogy örülsz. Nagyon köszi. Köszönöm. Szia, köszönöm Erzsi. Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na.
Ügyes volt. Jó, nagyon meg ügyes az volt nagyon jó, amikor én ezt szeretem, hogy valaki így elkezd okoskodni. Igen, tudod, elkezd gondolkodni. Hogy van, gondolj, európai főváros. Nézi a polcon a révait. Oké, lekapja, kinyitja. Igen, az utolsó pillanatban, de megvolt. Káposztás Megyer déli kihajtója a Megyeri híd felé a nulláson mérik a sebességet. Vakolós Tomi küldte ezt nekünk ebben a pillanatban, úgyhogy ott is mindenki figyeljem. Valamint az M0-as 26-os kavicsánál leparkolt egy merci, és sétál a kannával a tulaj. Oh. Mert hogy a benyak kifogyott. Hát vagy borért megy. De nem tolta félre az út szélére az autót. Miért kell ott hagyni? Kiszállt az autóból, letette, megyünk Benyáért. Észfilogot rányomta, úgy, ahogy van, elindult. Jó, mondjuk ott állt meg. Hát, érted, ott nem fogyott ki. Ott fogyott ki. Hát most miért álljon félre? Kerülje ki, akinek útba van. Szépen. Ugye, mert ott, a 026-os ott letudsz, ott van már leálló, tehát ott szépen arrébb tolod, nem? Hát vagy az út szélére, ha nincs szalagkorlát, ha nincs is leálló. Hmm. És most komótosan sétál a kis marmonkannával a kezébe. Ez a rémálmom, hogy egyszer úgy fogy ki a benzin, hogy sétálnod és kell. És neked sanszos, mert te mindig, az a játékos vagy. Átvettem ezt az utolsó utáni pillanatba tankolást, igen. Na jó, van 4 perc, pontosan 9 óra jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Budakeszén esik az eső, szivármány is lesz mindjárt a felettem lakónak a szeme alatt. Virágot locsol megint, írja nekünk István. Mérnek a Budafoki úton befelé, a Hengermalom útnál, M7-es Budapest felé mérnek az 50-es kilométernél lévő pihenőnél, és azt nézem, hogy a 4-es úton a 24-es kilométernél Pestről kifelé nyírják a füvet. A közútkezelő munkások egy sáv járható. Kuci. Én akarok lenni a naphallgató, hogy én nekünk Ramos. Hányan vannak ezzel így? Gyerekek, annyi közlekedés van. Félretolták a Mergát, az M0-ásom. De nem a tulajdonos. Nem, hanem ugye a benzik, akik lent minket hallgattak, és akik benne maradtak, kapcsoltak, és letolták az útról. Tehát a merci már az út szélén van. Úgyhogy ott lehet haladni, nincs sávezárás. Káposztás Megyer déli kihajtója a Megyeri híd felé a nulláson mérik a sebességet. Ezt is kaptuk a Vakolós Tomitól, köszönjük szépen, igen, és a leparkolt mercit már arrébb tolták. Érdemes egyébként kihasználni ma mindenképpen a jó időt, mert ahogy nézem egyébként a szakmai oldal, 6 napra előre mondanak esőt az elkövetkezendő hétre. Micsoda 6 napra mondanak? 6 napon keresztül, igen, az ország különböző pontjain lehet számítani esőre. De most esett 2 hétig. De nem olyan összefüggő, ez ilyen zápor zivatar, tehát ez egy 5 kilométerre szakad, utána 5 kilométerre melletted meg süt a nap, tehát ezek ilyen lokális helyi záporok, zivatarok, gondolom én. Tehát nem ilyen egybefüggő, mint ami volt a hidegfrontnál, hogy az egész országban lehull nem tudom mennyi csapadék, hanem ilyen zápor zivatar jellegű, hát nem? Igen, de mondjuk ahhoz képest, ami az elmúlt napokban volt, ez a gyönyörű szép nyári idő, ez egy picit szerintem így visszavesz majd magából, bár a hőmérséklet az nem csökken, tehát maradnak ezek a 30 fok körüliek, úgyhogy jó lesz az. Meleg is, pára is lesz. De király. Hát, ilyen záporzivatar az nyáron mindig van. Nem? De 6 napig? Ez a nincs baj. Igen. Már. Hallottátok ezt a 25 millió forintot elrabló biztonsági őrt? Miért mondatot, beszélj már róla, mert ez engem annyira érdekel ez a történet, hogy gondolkodnak emberek, vagy mi jár a fejében annak, aki kitervel egy ilyet, vagy meddig jut el a tervezésben, és mikortól improvizál. Ugye ő néhány nappal ezelőtt besétált egy plázába, fölkapta a kis zsákot, és még a kollégája szeme láttára elsétált ugye a pénz szállító autó mellett,
és eltűnt. Különösebb sietség nélkül egyébként. Különösebb sietség nélkül, igen. Hát mert ugye az volt, hogy ő viszi be a pénzt ebbe a bizonyos plázába, vagy ilyen üzletközpontba. Igen. A nyilván a kolléga, mert egy embernek benne kell maradni az autóba, járó motorral várat, hogyha valaki megtámad, akkor le tud lépni, a másik viszi be a pénzt. Tehát a kolléga nem gyanakodott, mert ő azt gondolta, hogy a fiatal ember, és ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert ő valami 22 vagy 23 igen, éves. Igen. Ugye, hogy ebben nyilván az is benne van, hogy kicsit elvakult a pénztől, ő bement, a kolléga várt, és bent történt meg az, hogy nyilván készült rá, mert ugye volt nála váltóruha, meg minden. Picsit tovább sétál. De egyébként első ránézésre, hogyha láttátok ennek a srácnak a képét, hát nem úgy néz ki, mint egy klasszik rossz fiú. Tehát nem az jutna róla először eszembe, hogy jó, hát ez aztán biztos rosszban sántikálhat. Hát egy ilyen szemüveges, kicsit ilyen mackos alkatú, ilyen kis kerekképű, egy ilyen jóra való. Hát srác. Ilyen mama kedvence feje van. Igen. Picit Jakab Richárd, 22 éves budapesti lakos egyébként, mert hogy ezt már ugye sok helyen lehozták. Ricsi. Ugye ő úgy csinálta, hogy megállt a bankfiókban, vállára vette, mint a Mikulás a kis puttonyt. Állítólag elég nehezen. És írták, hogy nehézkesen emelte a vállára. Fölemelte a kis zsákot, kilépett a bankból, megnézte, hogy az autóban ülő társa figyele, majd Mikulás módjára vállára vette a zsákot, és elindult a pár száz méterrel arrébb található plázába. Aha. És besétált egy plázába, érted? Ahol nem hogy lépten nyomon vannak kamerák, hanem a bejáratot 6 kamera őrzi. Mindenhol. Már a plázához vezető utcán is 8 kamera van. Ráadásul van egy csomó biztonsági őr, akiknek az a feladatuk többek közt, hogy felfigyeljenek, hogy figyeljék azokat a személyeket, akik esetleg rosszban sántikálhatnak, igen, vagy furák lehetnek valami. Bement egy mozgássérültek részére fenntartott WC-be, levette az egyenruháját, átöltözött. Az egyenruhája alatt már ott volt a civil ruhája, tehát eddig ez egészen tudatos. Majd eltűnt a József körúton. Tehát ez úgy néz ki, mintha egyébként ez meg lenne tervezve. Ugye eddig egészen profinak tűnik a dolog, és a társ egy ideig várakozott. Uh-huh. Naívan áldogált, és mondta, hogy eltelt 5 perc, eltelt 10 perc, de ő még mindig várt. Hát biztos beszélgetnek, kapott egy kávét a kolléga abban. Gondolom ez a protokoll. Tetriszezett egy kicsit. Tehát, hogy nem indulhatsz el, várnod kell, jár a motor, nem szállhatsz ki, nem hagyhatjátok el ketten a pénzszállítót. Tehát nyilván ennek egy nagyon pontos protokollja van, amit meg kell tanulni. De várt, majd aztán bement abba az irodaházba, ahol az a bank is dolgozott, ahova a mi Richárdunk ugye besétált. Szóltok, a Ricsit nem láttátok. De most ment ki a pénzzel hozzád. Igen. Majd megnézték gyorsan a biztonsági kamerák felvételét, és ott látszott, ahogy Ricsi ugye, hát kicsit erőlködve a vállára veszi ezt a kis dolgot, majd elindul, és beballag az üzletközpontba, és onnan eltűnik. Szegény társadalnak is mi játszhatod le a fejébe, nem? Ahogy teltek, múltak a percek, és így próbáld. Hát, nem jön. Hát lassú, majd jön. Na de várjám, igen. Tehát persze, az, hát aranyos is, egy kis mama kedvence, kis szemüveges. Na majd jön. Meddig tervezel meg egy ilyet? Tessék. Uh-huh. Tehát mi most el akarunk lopni 25 millió forintot, pénzszállítók vagyunk. Hogy tervezed meg a lopást? Mit csinálsz? Hova mész? Hát a bevásárló központos részt én kihagytam volna. Tehát, hogy ott ráhagytam volna még a gondolkodásra legalább egy fél percet, amíg leesett volna nekem, hogy egy bevásárló központba nem fogok bemenni, ami, ahogy te is mondtad, gyakorlatilag keresztül is kasul van bekamerázva. De tehát ezeket a részeket biztos, hogy hát valahol át kell volna öltöznöd. Igen. Ki jössz a bankból a pénzzel, a kocsiban nem szállsz be átöltözni. De akkor legalább valahogy átszázom magam. De a nyílt utcán nem veheted le az őr egyenruhát, ami alatt ott van a kis meleg, szürke melegítő. De akkor legalább feldobok egy napszemüveget, egy baseball sapkát, felhajtom a gallért, most csak ilyen triviális dolgokat mondok, hogy azért ne legyek már rögtön észlelető. Na de gondoljatok bele abba, igen, abba a pillanatban, hogy arra alapozta az egészet, hogy el tud-e menni a pénzszállítóba, hogy figyele a társa. Tehát mennyire jól kidolgozott, itt majd hogy megyek el? Hogy megyek el a pénzszállító autó mellett? Ugye, mert ki kell jönni az étbe. Megvárom azt a pillanatot, amíg a társam nem figyel. Ez az, Ricsi, ez jó, írd föl magad. Megvárjuk, amíg a társ nem figyel, mert hogy ugye, ő megvárta, amíg nem figyel. Bekopogok a másik ajtón, és gyorsan átslisszolok az ő oldalán. Igen. Majd ugye, aranyosan Ricsi egyébként ezzel a kis 25 millió forinttal mit csinált, tehát mennyire nem volt kiderve, elkezdett költekezni. Vett magának egy iPad-et, vett egy PSP-t, vett egy karórát. Nem bírtas rá. De óriási a csávó egyébként, óriási. Azonnal költekezni kellett, tehát hogy mennyire fogalma nem volt erről az egészről. Ezután pedig fogta a saját mobiltelefonját, minden filmen ezt látod, hogy azonnal dobd el, és dobd a kukába, és törcsét, és felhívta a családját. Gazdag vagyok! Bejelentkezett. 18 órát töltött szabadlában, azonnal elkapták.
De 3 millió forintot azért ő gyorsan elköltött. Szerintem ő érezte, hogy ez nem lesz hosszú életű, ez a szabadság a 25 ember. Kedden kirabolta a pénzszállítót, hogy szerdán hajnalban őt már meg is fogták egyébként. Tehát nagyon messzire nem jutott. Nagyon nem volt ez a dolog kitalálva. Hát én azt hiszem egyébként, hogy beküldeném a Ricsinek a sítre majd a Robert De Niro féle nagymenőket, amiben De Niro elmondja, hogy mit nem szabad csinálni, amikor megvan a Della. Tehát mert ő gyakorlatilag az összes klasszikus olyan lépést elkövet, olyan rossz lépést, vagy hibás lépést, amit ilyenkor el lehet. Például a költekezés. Mindent, hát azon hát nem költekezel, nem hívott fel a csendet. Ő ezt elhatározta? Tehát nyilván, ha átöltözött. A zsákból fizetett egyébként? Már na, az meg a másik ügy, hogy igen, hogy fizet. Nem lesz itt útba. De figyelj, kell, hogy 25 évesen kell, hogy legyen valamiféle minimális koncepciód. Az átöltő csak addig tervezte el, hogy kijutok, majd lesz, ami lesz. Igen, nagyon jól mondtad neki, hogy tényleg minimális koncepciója volt. Ez, hogy elviszem a pénzt. Bocsánat, a kifejezésre lehet, hogy ő úgy gondolkodott, hogy arra senki sem fog számítani, hogy tök hülye vagyok. Eddig de most komolyan, tehát, hogy erre, mert senki más nem költekezne, én fogok. De láttad a képet, hogy néz ki, Ricsi? Hát... Egy ilyen kövér Harry Potter. Igen. De tényleg, tehát egy az egybe, egy ilyen kicsit túlsúlyos Harry Potter. Így van. Egy az egybe. Tehát megnézed azonnal, tehát szerintem a Pali az összes részt elolvasta, és indult Roxfordba. Tehát, hogy is kiment a vasútállomásra. Nézd meg a képét. Úgy néz ki a duci Harry Potter. Így van, mint aki azért nem indulhatott a Quidditch kupán, mert átesett a súlyhatár. És igen, nem tudott vele egyetlen seprű sem felelkedni. Nem, a Nimbus nem tudom, 8000-es sem tudott vele felszállni. Tehát, még a TD-i sem. Senki nem tudott vele elindulni. Tehát, hogy lehet ekkora lúzer? Tehát ha már elindulsz és kirabolsz egy pénzszállítót, amire tudod, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat fogsz kapni. Mit gondolsz át ebből? Vagy tényleg odáig jutsz, hogy legyen egy ruha, amivel ki tudok jutni? Ennyi? Hát nem úgy van, hogyha te dolgozol, akkor ezt tervezed egy ideig, koncepciót csinálsz, kitalálod, felépíted a részleteket. Tehát tényleg 25 millióból veszel egy PSP-t. Hát ez PSP-t. Aha. Az ilyen PSP-t vett, érted? Hát miért nem vett valami jobban? De biztos, hogy eltervezte? Kinetiket, vagy bármi. Muszáj nem volt, lehet, hogy ez egy hirtelen jött ötlet volt, és csak mindig volt nála a váltásruha, mert rétegesen öltözködött, mert fázós volt. Érted? És akkor befelé ment azt, hogy mi lenne, megnék vele, Ricsi. És gondolod, hogy válladom van egy zsákpénz. És azért az el kell menni valahova. Meg el kell bújni vele. El kéne bújni. Ha én ellopnék így 25 milliót, hát nem az első, hogy elköltözöl valahova egy vidéki tanyára, csendben hát vagy. Hát elbújt a mozgás sérült WC-be, csak már ugtassák az ajtót valószínű. Ez egyszerűen döbbenet. Nem is értem, hogy foglalkoztathatnak ilyen fiatalokat. Én azt hittem, hogy idősebbek az ilyen biztonsági őrök. Hát, ha a vizsgája megvan, ugye ehhez egy elég komoly vizsga kell a pénzszállításhoz. Ha az megvan, onnantól kezdve te nem kérdezheted meg, hogy hány éves vagy, és akkor 20 évesen nem lehet pénzt vinni. Gondold el, hogy egyébként micsoda kísértés, hogy keresel mondjuk 80-100-150 ezer forintot, és minden nap ott van a kis ördög. Nem? Hogy milliókat viszel. Hogy tudod, hogy ebben a zsákban 25, tudod, hogy ebben az 50. Ennyi könyörtelenebb nincs, mint amikor nem vagy egyébként rendesen megfizetve, már ahhoz képest, hogy mondjuk az életedet is kockára kell tenned, de lehet, hogy keresnek mondjuk 200 ezeret, nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy mennyit keres egy ilyen. Ez már egy egész jó szolgálat, szerintem, hogy páncélautóba mész, nem? Tehát, hogy ha ez páncélautós volt, de azoknak fegyverük van, ez más típus. Nem tudom, milyen pénzgyűjtés volt, nem tudom, maga az autó, hogy nézett ki. De hogy gondold el, hogy keresel mondjuk 200 ezeret, és minden nap átmegy a kezeden. 25, 50, 100 millió, hogy micsoda kísértés azért az, nem? Nagyon nagy, nagyon nagy. Én amikor hallom például az ilyen pénznyomlás történeteket, meg amikor bezúzzák a régieket, meg amikor a legyártott új bankjegyeket viszik, és akkor ilyen raklapon ott van, és óriás mennyiségű készpénz. Igen, kinek a keze alatt megy át a legnagyobb pénz? A banki alkalmazott, aki még beraknak egy Mihály. Gyuri bácsi. Nem tudom. Kinek hát a kezem? Nyomják. Nem? Hogyha nyomnak pénzt, igen, akkor ott nagyon nagy mennyiséget nyomnak. Oké, de várjál, arra gondolok, a nyomda azért nem, mert ott jön ilyen lapon, jön ugye azokat, levágja majd utána egy automata, de ott effektív azért, ott van a pénz, de az még ilyen nagy nyomdapapírokon sok. Tehát amikor számolod, fogod, zsákban van, már a kezedben van, szaga van, koszos, tehát
amikor már megérzett tényleg. Hát akkor az, hogy akik a főpostán a főpénztáros. De egyébként tényleg, hihetek, az rengeteg pénz van. Hogy mi pénz megy át olyan emberek kezén egyébként, ebben az az érdekes, akik tényleg jóval kevesebbet keresnek, mint egyébként keresniük kellene, hogy még csak ne is gondoljanak arra, bár nyilván, ha egy pénzszállító 1 milliót keres, se tudod úgy megfizetni, hogy ne jusson eszébe, hogy mi van, elvisz mondjuk 200-at. De ugye ennek a pszichológiája nagyon érdekes, hogy fura nekem, hogy egy ilyen fiatal srácra ekkora összeget bíznak, nem? Aha. Tehát azt hinni az ember, hogy 40-50-60 éves emberek csinálják ezt, vagy legalábbis kész személyiséggel rendelkező emberek, egy 20 éves gyerekre ilyen milliókat bízni, meg egy pénzszállítót, ez fura. De hogy ez milyen lehet? A legtöbb mikor pénz, minden napot igen, a legtöbb pénz szerintem azoknál a pénzszállítóknál van, akik este mennek és összeszedik a bankból a pénzt, mert ott egy adott bankcsoportnál valószínűleg egy autó több helyre bemegy, és aztán az beviszik a központba. Tehát nem hagyják ott az összes lóvét. Szerintem náluk van úgy, hogy van 1 milliárd. Szerintem viszont. Simán van. És mindez 180 ezerért ülsz a kocsiba. És ott gondolod, hogy minden nap úgy mész be, hogy hozzá lehet ezt szokni? Úgy megy át a kezed alatt 4-500 millió, hogy egyébként 180 ezer forintot keresel? És ezt nem őrülsz bele? Nem játszol el minden nap a gondolattal, hogyha csak ebből egy kicsit lecsipentek, nyilván nem akarsz börtön menni, de közben mégis. Hát nekik a legegészségesebb értékrendszerük, mert nagyon sok pénz áll a rendelkezésükre, de számukra ennek semmi érték. Micsoda? Igen, maga a megvilágosodás. Egyáltalán milyen teszten megy át az, akinek ilyen átmegy egy teszten, az, akinek mondjuk 2-300 millió megy át a keze alatt? Vagy pénzszámol, vagy begyűjti a pénzes zsákokat lehet. Mondjuk a páncélautóból. Hát és tényleg ott van 600 millió, hogy mennyire stabil? Hát egy ilyen Ricsi ezzel, hogy mennyire tűnik stabilnak, szerinted egy PSP-t vett és elköltött 3 millió forintot, fölhívta az anyát, hogy anya, csinálj krumplileves, jövök haza, raboltam egy zsákpénzt, mindjárt otthon vagyok. Mennyire kész ember, mennyire épp elme, nem? Hogy nyilván így feldobják nekik a lehetőséget, hogy mondjuk megszerezhetik ezt a pénzt. És akkor a Ricsi tesztjében is benne volt ez, hogy mit tennél akkor, hogy a rendelkezésedre állna, mennyi volt ez? 25 millió forint. Fényes nappal besétálnék vele egy bekamerázott bevásárlóközpontba és a mozgás. Ja, jó, adjuk, jó, átmentél. Jó, gyere. Igen, tökéletes. Megvenném lesz. A PSP-t, ad PSP-t. Úristen, soha nem fogja sírni. Legalább ne PSP-t. Vagy van olyan a meghallgatáson például, hogy te vagy a meghallgató, te a meghallgatott, és a te széked mellett le van ejtve egy 10 000-es. Igen, érdekes a dolog szerintem, szóval tényleg ennek a lélektana, hogy szegény ő is ott volt. Bele se gondolt abban, nyilván azt gondolt, hogy úgyse kapnak el, nem gondolta ezt tovább. Tehát én egy ilyet megcsinálnék, legalább fél évig dolgoznék a részleteken. Az utolsó, hogy milyen lakást bérelsz, hogy azt a lakást mással béreltetett ki, ahova majd menekülök. Hogy egy barát bérelje ki a lakást, ahova majd én megyek, ne a saját, nem. Hogy ne vigyem a telefonom, hogy ne mutatkozzak, hogy legyen ott minden, hogy egy hónapig ne is mozogjak, nem? Tehát az ilyen nagyon triviális filmekből összeszedett dolgokat legalább kidolgozott. De nem mindenki. De neki mi van a fejében, hogy ő elköltött 3 milliót, fölhívta az anyját, és vette egy PSP-t, és elsétált 26 millió forintot. Tehát ez hogy van? Lehet, hogy nála is az lehetett, hogy egy picit egy pár óráig vagy pár napig akarta volna úgy érezni magát, hogy mindig tudta, szerette hogy volna. Ennek vége lesz? Egy pár évvel ezelőtt volt, azt hiszem, hogy jól emlékszek, egy postás, aki az aznapi nyugdíjpénzzel lépett meg, hogy elmenjen egy nyári fesztiválra, vagy talán a Balaton partjára, és egy kicsit királykodhasson, és tudta, hogy el fogják kapni, tudja, hogy el fogja költeni a pénznek a fejét, vissza is kell majd valahogy fizetnie. Tudta, hogy el fogja csinálni, de azt mondta, évekre. De ő azt mondta, hogy legalább egy picit királynak érezhetne. Igen, legyen egy olyan napod, amikor... Ennek értem a pszichológiáját, ezt értem, hogy jöjjön bármi, de egyszer meg akarom élni azt az érzést, hogy semmi nem számít. És fél úton kifogyott a babettából a benzin, de ment tovább. Igen, egyébként ez cuki. Tehát, hogy ebben van romantika. Szerintem ő nem ez. Aha. Ő nem ez a típus. Tehát ha most egy jellemrajzot kellene róla készíteni, a fotó alapján, a szemüveg alapján, ahogy csinálta, ő szerintem nem ez a típus. Tehát ahhoz a típushoz, amit te mondasz, ahhoz kell 40 évig úgy élni, hogy meg akar élni azt a pillanatot, ami egy napig tart. Egy 26 éves fiú szerintem bármilyen körülmények között jött, szerintem még nem ezért csinálta. Egyszerűen ekkora balek. Tehát szerintem a postásnál értem. Tehát 40 évig élsz valahogy, gürizel éppen, hogy csak meg is azt mondja, jöjjön bármilyen egy napot akarok úgy, hogy elmegyek egy fesztiválra, szól a zene, veszek király egy sört, vagyok, király vagyok, egyet, azt veszek, amit fizetek akarok. Egy kört mindenkinek, bemegyek 3 évre, de úgy akarok meghalni, hogy volt ilyen nap. Legalább egy az életemben. De Ricsikénél... Most már aki előző este valószínűleg még az anyukája által főzött krumplipürét majszolta az emeletes ágyában, érted? Tehát nem hinném, hogy ő ezt nagyon meg akarta élni. De a kísértés azért az egy érdekes dolog, nem? Hogy micsoda épp elme kell ennek
minden nap ellenállni. Írja nekünk egy hallgató, hogy 5-600 forintos órabér, vagy 800 forintos órabér, és közben milliókat cipelsz, de 100 milliókat. Hogy ott azért egyszer eszedbe jut, hogy mi lenne, ha nem? Igen, de hát tudnod kell, hogy nem a tiéd, meg tudnod kell, hogy úgy is elkapnak, nagyon kevés ember van, aki megúszza. Jó, de meg kell értened Ricsit, Feri, jön ki az új Assassin's Creed, érted, neki azzal játszani, ha kellett, még azon a hét. A postásról készült tankcsapda klip? Igen. Igen? Igen, igen, van az egyik tankcsapda számban. Tényleg a kis zoknival, térnadrággal megy, biciklin. De csak egy igen, picit élni igen akart. Hát hány olyan film van, ahol megnézik a pénzszállítóknak a rendszerét, ugye? Tehát amikor fölkészülnek egy lopásra, hát megnézel három filmet, és már jobbat raksz össze. Ki marad a kocsiba, meddig marad a kocsiba, mikor van a váltás, hogy tudod elvinni, hol vannak a hibás pontok a pénzszállításban, mik a sebezhető pontok, de ez a majd, ha a párom nem figyel, elsétálok mellette a zsákkal. Ugye? Hogy ez nem egy kidolgozott dolog. Mi is kitaláltuk volna, jól láttam magam előtt a szembesítést, hogy ott ülünk mind a hárman ilyen láb és kézbilincsekbe, és akkor Balázs megtört el, azt mondja Feri, hogy látod, rossz jötelet volt, hogy Jani volt a sofőr. Állikom, akkor nem megbuknánk. Elvileg, ha egyébként te pénzszállító vagy, akkor neked meg kell halnod azért a pénzért, tehát te tűzpárbajba keveredhetsz, és neked feladatod megvédeni? Ha fegyvert fognak rád, neked elő kell venned, és lőnöd kell? Bruttó 180-ért, 200-ért neked meg kell védened? De van fegyverük. Van, de az elriasztás véget van. Nem lőhetnek vele? De lőni lőhet, de azt mondják, ez ugyanaz, mint emlékszel, amikor a banki betörés volt, és igen, akkor ott beszéltünk is egy biztonsági őrrel, aki, nem azzal, aki futott utána, emlékszel? Imádom. Én néha eszembe jut, még mindig küldök neki egy kis pozitív energiát. Én őt imádom, hogy futott a rabló, és 10 percre futott egy ilyen kis édesen. Na, ott beszéltünk biztonsági őrrel, és ott azt mondták, hogy ugye az az előírás, hogy a saját életedet és a banki alkalmazottat nem kell kockáztatnod. Tehát na jó, igen, de az a bank. Na de itt van egy páncélozott pénzszállító, és itt van két fegyveres őr, aki ezt viszi. Na most elmeg, ha valaki erről beszélhet, telefonáljon már nekünk, hogy ez hogy működik, jó? Hogy mikor vagy elkezdenek lőni a kocsira, tudod, hogy benn van 1 milliárd, 150-et keresel. Meghalhatsz egyébként úgy azért az 1 milliárdért, hogy semmi között hozzá, de neked fel kell venned, meg kell védened a dolgot? Nem. Hány olyan vagy, az M7-esen rommá lőttek egy pénzszállító? Ugye volt egy időbb Tatabánya környékén, az M7-esen, a Szerémi úton, egyszer csak elindult egy ilyen, mint a Szemtől Szembe, hogy a Robert De Niro-jai kirabolták a pénzszállítót. Na most ott vagy a kis fegyvereddel, a bruttó 180-addal, az 500 forintos órabérrel, benne csücsül 2 milliárd a kocsiba, te pedig szépen ott meghalsz, nem? Hát nem, hogy azért kell ez neki, milyen nehéz munka nem közben. Kell, tehát, hogy az életét neki nem kell kockára tennie azért a pénzért. Szerintem itt az van, hogy már amikor a saját testi épsége veszélyben van, akkor nyilván visszalőhet, de itt valójában szerintem nem a pénzvédelme az elsődleges, hanem a saját épségének a védelme. A másik meg az, hogy lehet olyan szituáció, hogy egyszerűen lőnie kell. Na most az azért megvan, hogy akkor ezek szerint ennél a Ricsi gyereknél volt fegyver? Nem tudom, hogy milyen típusú. Nem tudom. 5 millióért nem mész be pisztoly nélkül. Nem? Nem tudom, hogy ez a páncélozott pénzszállító volt-e, vagy valahogy begyűjtötték. Nekem ez a történet egyébként nincs meg. Hogy maga a dolog, hogy ő egy felfegyverzett pénzszállítóból szállt ki 26 évesen Harry Potter fejjel. Igen. Egy Remingtonnal az oldalán. Nem, egy PlayStation-ös fénypisztoly volt nála. Jó, akkor kérdezek más. Mondjuk keres, mi az az összeg, amiért nem csábulsz el? Tehát ha ezen emberek keresnének 1 milliót, nem tudsz. Tehát valahol egyébként értem a lélektanát, mert ha keresel 1 milliót, ahhoz képest az 1 milliárd is csábító erő. Nem? Vagy van az az összeg? Szerintem egyébként van. Tehát, hogy azért abba az irányba tereltél. Mert tudod, hogy gondolkodsz. Azt mondod, hogy ez a pénz nem egy emberé, nem tudod személyhez, nem tudod archoz, nem tudod névhez kötni. Ez a banké. A banknak biztos van biztosítása, úgyis visszakapják ezt a pénzt, meg amúgy is keresnek éppen eleget. Én meg azért nem nagyon tudok más menekülési útat, mondjuk az akkori helyzetemből, kell a pénz erre, arra, amarra, nagyon fontos dolgokra, tehát nem, mondjuk nem izére, nem konzoljátékokra, meg... Milyen lelkivilág, nem PSP? Érte? Tehát nincs vele, vagy értem, csak közben milliárdokat bíznak rá, és PSP-t vesz. Tehát a kettő akkora ellentmondás, nem? Miféle lelkivilág? Mit vettél, Ricske? PSP-t. Egy bankrablós PSP-t. Meg Need for Speed 6-ot. Tehát, hogy de azt gondolnád, hogy ennél azért komolyabb emberek dolgoznak, de nyilván még szeretik. Gran Turismo, Gran Turismo.
Szóval, hogy szóval ez nagyon, nagyon érdekes ez a dolog. Egyáltalán maga az ügynek a felépítése. Én úgy meghívnék egyszer egy ilyen embert, csak sajnos erre nincs lehetőség. Ha menjünk be hozzá. De olyat, aki beszélőre. Ricsi, gyere, ne, Ricsi, most engedjék ki a börtönből, engedjék ki az előzetesből, engedjék ki. Ricsi, gyere ide, ülj ide be, most hozzánk. Ülj le, bekapcsoljuk, amik... És mondd el, hogy mi járt a fejed. Mondd el, hogy épített. Egyszerűen érdekel. Érted? Mondd, semmi. Más az is egy este, válasz. Este kitaláltam. Bele se gondoltam, azt se tudtam, mi lesz, vettem egy PSP. Kitaláltam, de azt nem gondoltam, hogy a mobiltelefon alapján bemérik a hívást. Érted? Tehát, hogy, de nagyjából szerintem ez. Tehát nem hiszem, hogy azért ez nagyon föl volt építve. Csak hogy mégis mi? Egy hirtelen ötlet? Aznap reggel megszólalt a kis ördög, hogy raboljuk ki. Ne, raboljuk ki. Vagy hosszú tudatos tervező munkamből ez nem, lett? Nem lehet, az nem lehet. De az is lehet, hogy Ricsi ilyen szellemi szinten ma, hogy egyébként fél évig tervezte, majd fölhívta az anyját, hogy jövök mindjárt haza. Egy nappal azelőtt, lefekvés előtt látott ő egy 3D-s játék promót, és akkor és azt mondta, hogy ez nekem kell. Azt mondta, hogy ez kell, igen. Mit mondott a rokonainak? Tehát mondjuk tételezzük föl, te hazatelefonálsz. Azt mondod, anya, baj van. Nem, hát azt mondta... Hülyeséget csináltam, mit? Nem, szerintem azt mondta, hogy anya, van pénz, viszek neked is. Elmondod a rokonodnak a telefonon, hát, hogy éppen most rabolták ki valaki? Hát a hírben az volt, hogy fölhívta. De mit, nem tudjuk, hogy mondta el, hogy ő elkövetett erre. Hát vagy azt mondta, nyugodj meg, jövök haza, megoldódik minden, hozok egy zsák pénzt. Hm. Mit mondasz az anyádnak, miután kiraboltál egy pénzszállítót? Lehet, hogy ott is álcázta magát. Én vagyok az. Ki a Ricsi? Te vagy az? Megfáztál? Nem Ricsi vagyok. Nagyon kemény. A pénzszállítók napi kb. 500 forintos órabérért dolgoznak, és a legtöbb pénzt a központi KP feldolgozóban számolják át. Írja nekünk valakit. Az is micsoda döbbenetes kísértés. 500 forintos órabér, ha 8 órát dolgozol, az 4000 forint. Igen. Egy postás kézbesítő 16 év után 145 000 bruttóval van bejelentve. Na, ezért kérdezem, hogy ennek a lélektana érdekel igazán, hogy amikor ennyit keresel, és közben ilyen összeg megy át rajtad, micsoda jellem kell ahhoz, hogy eszedbe se jusson közben. Igen, nem? És a pénzszállító az még borravalót sem kap, tegyük azért hozzá. Igen. A Ricsi édesapja, azt hallottátok? A 90-es években sikeres muzsikus. A családja pedig mélyen vallásos. Ki a muzsikus? Énekes, gitáros. Az igaz. Közbeni. Milyen Ricsi ő? Mondjad. Énekes, gitáros. Várjál, de milyen Ricsi? Boros Lajos. Ricsikém százszor megmondtam, már ne így rabolj bankot. Jakab? Jakab Ricsi? Jakab? Jakab Ricsi? Nem tudom, hogy Jérihárd, így van. Ja, lehet, igen. Aha. Hát most Mászlóságon göngyölítsük fel ezt az ügyet. Azt mondja, hogy muzsikus. Muzsikus Jakab, ezt írod be a Google-ban. Egy bulvárlap már találgatja. Én találtam egy Ricsit. Ricsi Wagner. Azt olvasom közben, hogy megkönnyebbült, amikor elkapták. Hát azért érted. Megkönnyebbült, amikor elkaptam, hogy nem volt további terve, hogy mit évő legyen. Uh-huh. Ez a terv is rossz volt idáig. Tehát eddig tervezte, hogy átöltözik, de hogy egyfajta szorongás jött rá, és hogy megkönnyebbült, mikor elkapták, mert hogy nem volt több terve. Azt mert tudom, amikor megcsinálod, jutott. Akkor még ez jónak tűnik, de ahogy vége van. Én is ezt gondolom, hogy a jellem leírás, meg a fotó, meg az egész ügy kapcsán, én is azt gondolom, hogy ez nem egy előre. Tehát ő ez a típus. Ez enyhint. Ez nem a 40 éves postás után, hogy egy napig meg akarom élni. Tehát ez majd lesz valami, vigyük el, és Ricsike elvitte. Szerintetek ez enyhítő körülménynek számít, amikor majd ott áll a bíróság előtt, és egy büntetlenül élhető először fordul, és látják, mindenki. Hogy milyen srác, hogy tudjuk, nem. Nézze. Az nem. Hogy így magának nem kell ezt csinálni, maga nem akarta ezt csinálni, maga annyira eltévedt ezzel az egész történetről. Nem, szerintem kevésebben a szubjektív döntés. Az, hogy büntetlenül élő életű, hogy nem csinált semmit, hogy nem volt kihágás, az nyilván igen, de megy a bőribe, az egészen biztos. Igen. Na mindegy. Legalább megkapja a PSP-t. Hagyják, komolyan hagyják nála. Most tényleg. Lobbizzunk, hogy hagyják nála. Nem? Hadd vigye be. Most... Nem? Ezt vissza kell fizetni az elköltött. Én megveszem pénzt, neki az miből? Új Harry Pottert. Ha bevarják. Volt nála fegyver is, gyerekek. Ez mondom, nem, hát visel. Kell, hogy 25 millió forintnál kell nálad legyen. Így van. Pisztoly. De akkor milyen pszichológiai teszt az, amin egy ilyen ember átmegy? Uh-huh. Tehát, hogy milyen tesztet kell kitölteniük, aki egyébként arra tervezi, hogy PSP-t vegyen, és nem tudom, mit csináljon utána. Órát vegyen, táskát, meg mit vett, még konzolt magának. Jó, de róla el tudom képzelni, hogy a fegyverénk nem volt kicsomagolva, és lőszer se volt nála. Csak vitte magával egy dobozt, ahogy megkapta a vizsga után. A teszt 2 évvel ezelőtt volt. Akkor Ricsi még érted, egy egészséges épp személyiség volt, azóta viszont lettek álmai, a PSP. Hát meg kell szerezni. Na mindegy.
Érdekes, most itt van egy ilyen rendőrségi videó, hogy miket találtak nála, hát azokat, amiket vett. Tehát az van nála. Igen, amiket felsoroltunk. Nagyjából ennyi, meg kipakolták a táskáját. Érdekes történet ez. Na mindegy. Nem éri meg, gyerekek, bárki is csinálja, nem? Általában azért ezeket elkapják. El. Ugye? El. Főleg, ha ilyenek. Ilyen rafináltak, mint a Ricsi. Melyik postás van itt annak? Ki? Gyere, nem értem. Itt a postás? Melyik postás? Aki lelépett egy napra. Aki pénzzel? Lelépett egy napra? Telefonált az a postás, aki... Igen. Az, aki lelépett egy napra? Igen. És leült a börtönben volt? Igen. Adjuk be. Gyorsan add be, beszélünk vele. Ha ő az, reméljük, vagy lehet, hogy ő na. is az, aki lelépett egy napra, csak őt nem kapták el. Itt mi volt? Ő lelépett, elment egy koncertre? Így van. Jól érezze magát egy kicsit, elment a Balatonra, nem vagy pontosan elmondja, hogy ha ő az, egy kicsit jól érezze magát már. És mint egy kisbe el is kapták. Így van. És mennyit ült, nem tudjuk? Nem. De börtönbe ment, tehát le kellett, hogy üljél, tehát hogy letöltendőt kapott. Hát ezt megmondom neked, ez büntetlen önő életű. Mennyit itt el? Függ az összegnagyságától. Tessék? Szerintem ilyen 500 ezer körül. Egy két év abból egyet leült szerintem. Picit jól akart érezni magát. De ebben van lélek. Tehát ebben érzem a, tehát ennek története van ennek a rablásnak. Meghallgat a Napolaj című számot. Attól nem indulsz be. Jó, gyorsan reklámozunk egy picit, aztán ha ez az a postás, Anna csekkolja, akkor már is adásba tesszük. 9:30 múlt pontosan 9 perccel, jövünk vissza mindjárt. Morning Show. Klassz FM-en. 3:40 van pontosan, jó reggelt mindenkinek. A bankrablós esetről beszélgetünk. Ugye Ricsiről, aki elvitt 25 millió forintot, és aztán el is kapták, és arról tulajdonképpen, hogy egyrészt nyilván hogy tervelte ki meg, hogy mekkora kísértés ez alulfizetett embereknek ekkora pénzeket mozgatni, ugye, hogy állod meg, hogy nem állod meg, mire gondolsz. Igen, az eset egyik tanulsága nyilván az, hogy nem volt ez a dolog annyira jól fölépítve, a másik, hogy tényleg meg kell nézni, hogy miket vásárolt, nem? És azért nem vett lehetetlen dolgokat, tehát hogy azért ez nyilván úgy is szűrhető, hogyha ezek az emberek azért valahogy normálisabban lennének megfizetve, nem? Aha. És mondjuk keresnének egy élhető 4-500 ezer forintot, mert hogy azért nyilván közben az életüket teszik kockára, ha nem is fegyveres támadók miatt, valaki oda megy, lecsapja hátulról egy húsánggal és elviszi a pénzt, akkor azért 10-ből 8 lehet, hogy nem rabolna, nem? Vagy akkor is rabolnál, ez egy más kérdés, de azért egy PSP-t meg tudsz akkor már venni, egy konzolt meg tudsz venni, egy tabletet meg tudsz venni. Tehát, hogy olyan dolgokat vett, amit ő egyébként a saját fizetéséből nem tudott megvenni. Igen, mert 140 ezer forintet tud keresni. Itt is vannak fokozatok, tehát, hogy ezért nem élelmiszert lapot, meg nem valami olyan dolgot, ami mondjuk azt mutatná, hogy ezek extrák. Én értem, na de nonsens, hogy mondjuk ilyen ennyi pénzt viszem, de lehetne. De lehetne. Igen. Az máshogy nincs. Az egy döntés, de biztos, hogy nem lopnék el 25 millió forintot azért, hogy versek magam a szórakoztató. Nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy ha megvehetnéd, most már nem mondjuk ki többet, mert az izé már tapsor, hogy ha konzolt megvehetsz, akkor nem csinálod meg, ha egy kicsit többet keres, csak erre akarok kiukadni, hogy nézd meg, hogy miket vett. Tehát, hogy azért hogy itt van a kutyálás, hogy azért ha 300 ezeret keresel, és meg tudsz venni, és nem vagy amiatt boldogtalan, hogy nincs pénzed egy rohadt tabletre, közben ennyi pénz megy át rajtad, és ilyen munkád van, akkor lehet, hogy nem rabolsz el pénzt. Ha ezt a szintet eléred, akkor majd egy új autót akarsz magadnak. Igen, az ember meg így működik, hogyha megveheted a tabletet, akkor már nem azt kell, hogy 2 milliós autó, ha van egy 2 milliós autót, 8 milliósat akarsz, vagy nagyobb lakást, tehát ha lopásra hajlamos, vagy lopni fogsz, persze. Tehát nem, csak mondom, hogy azért érdemes ezen gondolkodni. Itt van a postásunk, akiről beszéltünk, betelefonált. Zoli, hello, jó reggelt! Szia Balázs! Hello! Hello! Szia. Zoli, ugye megemlítettünk már, nem is tudom, hogy talán Jani vetette föl, hogy volt egyszer egy postás, aki egy nap azt mondta, hogy jó, eddig és nem tovább, és azt mondta, hogy, vagy azt mondta a postás, hogy élni akar, elvitt egy kis pénzt, és ez te voltál. Így van, sajnos. Így van. Ez mikor történt ez az eset? 98-ban. 98-ban. Akkor hány éves voltál? Egy pillanat. 23. Aha, én azt hittem, hogy egy 40-50 éves ember jutott el idáig, hogy egyszer az életemben legyen egy ilyen. Nem, sajnos. Akkor miért? Mennyi pénz volt aznap nálad? 580 ezer forint. 580 ezer forint. Előre eltervezted, vagy egyszer csak jött egy gondolat, és elindultál vele a Balaton felé? Ez úgy történt, hogy megállapították rólam, hogy daganatos beteg vagyok. Uh-huh. És nem sok van már vissza. Mondták ezt 11 évvel ezelőtt, és azóta is itt vagy. Tehát na, ez is egy más kérdés. Istennek, hál' Istennek azóta már ugye igen voltak a dolgok, és helyre tudtak hozni. Akkor azt mondták, hogy nem sok van
vissza hónapok. Aha. Éppen, és akkor azt mondtad, hogy mindegy, ugye? Akkor már így voltam vele, hogy teljesen mindegy, hogy hol hal meg az ember, akkor már mindent egy lapra föltettem. Ja, értem, tehát, hogy félrediagnosztizáltak, azt mondták, hogy van egy pár hónap, és azt mondtad, jó, akkor... Nem félrediagnosztizáltak, tényleg beteg voltam. Azt értem. Kezelésekre is jártam, tehát hál' Istennek mondom, helyrehoztak, de akkor nagyon el voltam keseredve. Aha, és azt mondtad, hogy akkor legalább legyen egy nap. Érthető ez a motiváció. Mennyit költöttél el az 580 ezerből? Hát, nevetséges. 13 ezer forintot. 13 ezer forintot. Azt a mindenit. És mennyit kaptál érte? Egy év. Többet kaptál, és végül egy évet ültél le, vagy egy évet kaptál, és felfüggesztettek? Egy évet kaptam, nem. Le kellett ülni ezt, ez letöltendő börtönbüntetés volt egy év, mivel hogy azt mondták, hogy akár elkölthettem volna az egészet is. Aha. Tehát igen. Na de várjál, téged elkaptak, ugye elkövetés közben, az elkövetés után, vagy? Nem, feladtam magam. Aha. Tehát elmentem le Balatonra, jól éreztem magam, megmondom őszintén egy napot, másnap hazajöttem és feladtam magam a rendőrségre. Aha. Mondjuk ennek tükrében elég érdekes az érvelés, hogy akár el is költhetted volna, hiszen saját magadat adtad föl, miközben csak 10 akár. De nyilván azt is beleszámolták enyhítő körülménynek, persze, közben. Vissza is vittem a pénzt. Tehát 13 ezer forint híja volt az egész. Milyen volt az a nap? Engem az érdekel. Amikor azt mondtad, hogy mindegy, hadd szóljon. Ugye, nekem a szüleim nem tehették meg, hogy engem elvigyenek akár Siófokra, vagy akár Budapestre. Én boldog voltam az a nap. Mit láttál, vagy mit csináltál? Hát igazából bulizó embereket, meg én egy rockkoncerten voltam, tehát... Soha életemben nem éreztem még úgy magam, mint akkor. És az volt az álom, hogy akkor, ha már úgyis mindegy, ugye mondták neked, akkor eljutni egy rockkoncertre. Mindegy volt, így van. Milyen volt a börtön? Hát így utólag már elviselhető. És mit csinálsz azóta, hogy kijöttél? Azóta elmentem külföldre dolgozni, épp most tartok az M1-esen hazafele. Rendeződött az életem, családomban, próbálom a múltat feledni. Igazából ennyi. De túl vagy rajta, tehát most már nem csinálnál ilyet. Nem. Érdekes történet ezt így hallva egyébként. Jó, és meg is jó, hogy ultál, azt mondtad, hogy hál' Isten sikerült. Hál' Istennek, igen. De jó. Igen. De jó. Jól van. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy betelefonáltál, Zoli. Érdekes történet ez. Köszönjük, hogy elmondtad. Én köszönöm. Ciao. Köszönjük, hello. És akkor róla csinálta a tankcsapda. Így van, nem kell semmi című klipet. Érdekes történet. Na jól van. Hát szegény Ricsi. Körülbelül is egy-két évet fog kapni. Tessék? Neki is volt egy jó napja. Én nyilván nem sajnálom, tehát rabolni ment, tehát nem erről van szó. Csak a szüleit sajnálom, inkább nem őt. Tehát ilyenkor van oda a szülő, nem? Hát az a kemény. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság? Képzeljétek el, hallottam valamelyik reggel beszéltél arról, hogy sürgősen könyvelőhöz kell menni, mert itt az idő, és ma reggel én is voltam. Na, azt mondtam, még időben vagyok, mert hogy ő önállóan is tud dolgozni, tehát nélkülem is, hát ezért ő a könyvelőm. Világos. Ugye minden, amit kellett, azt már elektronikusan elküldött, és egy-két pecsétet meg aláírást kellett még letennem is, ennyi. Ez volt a ma reggeli elfoglaltság. Metróztam. Könyvelőztél. Igen. És még időben oda is ér. És még itt is vagyok. És még a hajad is új, vagy én legalábbis nem láttam még. Hát mert tegnap rövidebb. Nem volt. Azért én ezeket kiszúrom. Levágottad? Nyári friszkó. Zavar már a futásból, olyan sebességgel fut? Olyan sebességgel nem tudok futni. Aerodinamikai szempontból ez előnyös. De lehet, hogy most gyorsabban fogok tudni futni. Így van. Igen. Jó. Na jó, van, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Hívom én. Gyere, Anna, és akkor megmutatom. Így adásban. Gyere, bocsánat, kimaradt a best of, de Zolival akartunk beszélni, úgyhogy ha valaki azt várta, ne haragudjatok, de ma kivételesen nem adtuk le, nem lett volna idő, de Zolit meg akartuk szólaltatni. Nagyon szívesen, kérlek szépen, ez a telefon ismerkedjetek meg, hajrá! Hívjuk a naphallgatóját. Morning show. Az bizony! Jó reggel!
Sziasztok! Hello! Na. Ricsi? Igen. Te vagy az Ricsi? Figyelj! Ú, de halkar a hangos a rádió, lehalkítod? Elmentem onna. István, te vagy? Igen, én vagyok. Igen. Ugye beszélgettünk arról, hogy vajon kinéz női focit? Ugye? Igen, és igen. Ez egy női BL döntő volt talán tegnap, belefutottam, és egy fél óráig azt vártam, hogy nézzük, mutassák már a közönséget, hogy nők néznek női focit, vagy férfiak járnak ki női meccse. És arról beszélgettünk, hogy melyik sport a férfias, melyik sport a nőies, milyen az, amikor egy férfi elmegy például szinkronúszni. Te azt írtad nekünk, nejem boxol, fiam zumba fitnessre jár. Én meg cukráztam folyamra. megsajnáltunk, úgyhogy te lettél a nap hallgatója. Jó, nagyon szépen köszönöm, örülök neki. Bunyozik a nejed, tényleg? Hát, ez inkább nem, hogy azt értem, hogy boxol, hogy ő cipőt boxol. Ja, cipőt boxol, jó. És a fia tényleg zumba fitnessre jár? Igen. Hát a ő tartja, tudod, a járnyom. Az úgy más, Azt mondja, a csapat, ahova jár, van 19 főt, és ő egyedül fiú. Nem rossz az gyerek. Kamasrác? Hát ő 19. Jó helyen van. Jó, onnan már átmegy spinningelni egy kicsit. Jó az egyébként. Oké, és küldjük az ajándékcsomagot. Van egy csomó ajándékunk, benzin, hamburger, Paleókaja. Figyelj, egy zsáknyi dolgot kapsz, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Ráadásul annak az étteremnek, ami nyertél, mondhatom, mert hogy ingyenes, vasárnap egy nagyon nagy gyereknapi fesztiválja lesz, majd tessék hallgatni a reklámspotban, gyerekek, ami Tibink is oda igyekszik fellépni. Hát, minden így. Bizonyám, az a harmadik kerületben van, abban az országban, ahol mi sűrűn küldjük a hallgatóinkat, egy brutális gyereknapi rendezvény. Hát, ha Tibi is ott lesz, akkor lehet, hogy mi is előfordulunk ott, mert hát, hogy a koncertjeit. Na, ahol ott van Tibi, ott a lányom is ott van. Bizonyám, Ugrálóvár, egy mosolygós gyerekek, ingyenes rendezvény, úgyhogy merem ajánlani, nyugodtan menjünk ki mindenki. Ha ott lesz, akkor én is megyek. Ott lesz a Jani. Ott lesz. Ki lesz ott, a Jani lesz ott? Ezt kérdezte a nejed? Igen, azt kérdezte. Nem ígérjük, de valószínű. Most jutott eszembe, van egy... Jó nagy bajba keverted magad. Ez vasárnap lesz, menjetek, tényleg jó hangulatú kis rendezvény. Jó, szépen, fiúk. István, küldjük neked az ajándékot. Jó, rendben, várom. Köszönöm szépen. Hallgass legyen további szép napot, a kellemes hétvégét. Köszi. Hallgass meg, hogy mit nyertél, sok-sok mindent. Oké, rendben, köszönöm. Sziasztok. Hello. Csabi Kám, remek zeneid vannak ma is? Ráadásul játékkal, tehát megint tessék figyelni, keresni azokat a sztárokat, akik felszállnak a hőlégballonnal, a közös zenei utazásra, akik bemutatkoznak a dalaik előtt. Velük lehet nyerni Nestlé ajándékcsomagot, például itt lesz velünk Rebecca Ferguson is egy újdonsággal. De jó. Egyet már elárultam a háromból, hármat elég nekem mondani, de persze többen is vannak, akik részt vesznek a zenei utazáson. Játék folytatódik, minden órában lehet nyerni. Őrület. Klassz lesz. Amerika. Toljad, nyomjad, Amerika. Tegyed rá. Amerika, tesó, Amerika. Mi a recept, Feri? Először is egy eredményt szeretnék hirdetni, mert ugye néhány héttel ezelőtt már kicsit belaludtunk a dologba, volt a 100. recept, a tortával, tortával mindennel együtt, és akkor hirdettünk egy versenyt, amit nagyon-nagyon sokan megcsináltak a receptet, és gyönyörű képeket készítettek. A bizottság Horváth Zita Adonyi lakos mellett tette le a voksát, ő nyert, az övé volt a legszebb. Hogy milyen ízű volt, azt nem tudjuk, de Horváth Zitának egy hatos, nagyon szép borválogatást fog küldeni a Morning Show, egy ajándékcsomaggal egyetemben Morning Show-s. Jó, csak hogy ezt lezárjuk, ezt a sztorit. A másik meg most ilyen 30 fok lesz, egy olyan receptet adok a hallgatóknak, amit meg lehet csinálni kint, grillen is. Na. Ananászos csirke nyársat lehet készíteni, egy ilyen kis mézes, mogyorós bevonattal, ami megroppan a fogad alatt, de belül minden puha. Én mondjuk egy ilyen rozmaringágra húztam rá, de úgy hát, meg nem lehet jó, csinálni. Hát azért, hát, ugye, ha most picit megint kezdtem, de azért, ha most már megnyugodtam, ott van egy rozmaringág, nem? Némi sáfrány. A rozmaringág, nem sáfrány, nincs benne, az nem illik hozzá. Mondom a köretet hozzá, az pedig egy csicseri borsós avokádós. Hát azért flancolj már, legyen már valami. Érted? Hát, ki ne szúr már szemem egy görög salátával, a kutya. Nem csinálom görög salátát, minek csinálnánk, mikor tudunk annál jobbat is csinálni. Avokádós csicseri borsókrém, nem? Isteni, nem krém, saláta. Ne keverjük össze a kettőt, ne legyünk ilyenek. De meg lehet csinálni rozmaringág nélkül is, mert hurkapálcára is föl tudsz szúrni a húst, meg a... Nem fogom egy hétköznapi csóró hurkapálcára felhúzni. Nem mondod, amikor... komolyan, ne bánts meg. Nézd meg a képeket, milyen jól néz.
Bent a sófningban a rozmaringát. Egyébként meg állhatna, mert kertes házban laksz, és oda tennéd az ablakba egy rozmaring bokrot, és állandóan lenne rozmaringod neked, aki igényesen étkezel, csak vegetárián. Egészen más kupacok állnak. A Viki most kérdezte tőlem, mi ez a csokor? Mondom, Viki, kinek dobd? Hát a rozmaringág, amit locsolok. Hát, nem ismered meg a rozmaringágat? Most akartam nyársat csinálni, egy rozmaringág. És a fatyor csicseri borsó, mit keresít az avokádó krémmel? A szalonnát föl tudod rá húzni, és azzal tudsz parázson sütni. Na jó van. Ott van leírva, minden már Viki föltette a Facebookra, és nézd meg, tök egyszerű, és ott van a kép, és az is tök egyszerű. Persze, hogy egyszerű. Hát, ne vicc. Hát most lehet hurkapálcára is húzni. Te azt miért bántasz meg? Miért alázol meg minket ezzel a hurkapálcával? Azért, hogy neked, akinek a rozmaring nem mond semmit, hurka legyen alternatívá. Mi papírforgót rakunk hurkapálcára, nem étel. Így van. Csabi jön a kívánság műsorral, jó 855-55-00, ha valaki szeretne tőle dalt kérni, örül neki nagyon, Csabi, mi pedig jövünk hétfőn. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.